No, azt mondja a harmadik részét nézzük meg a bibliai családnak. Ugye múlt héten végignéztük azokat a dolgokat, hogy milyen a házasságnak milyen szakaszai vannak, és ugye azért volt ez nagyon fontos, mert említettem nektek, hogy a Biblia mondja, hogy nincs olyan rész, hogy boldogok azok, akik házasok. Én nem tettek róla, de ez nincs megírva. Én kerestem, rászántam egy órát, de nem találtam sehol. A boldog mondások között sincs a Máté 5-ben, és ez nem azt jelenti, hogy rossz dolog a házasság, hanem azt jelenti, hogy vannak ennek bizonyos szakaszai, gondjai, tehát nem olyan boldogság ez, mint amit mi gondolunk, hanem bizony ez egy teher. Ugye Pál apostol úgy mondja, hogy aki asszonyt vesz maga mellé, az a családjáról viseljen gondot. És ugye a magyar nyelv az szép, benne van, hogy mit visel gondot, az azt jelenti, hogy gond van vele, és ezért ezzel foglalkozni kell. Ugye Pál apostol ezért is mondta azt, hogy nem véletlenül ugye a szolgálóknak, a pásztoroknak, presbitereknek, diakónusoknak, ugye, amit leír Pál apostol, ott a feltételek, hogy ezt betöltsék, nem annyira szellemi eredetűek voltak, hanem inkább gyakorlatilag voltak, a családját kellett megnézni, hogy hogy visel gondot a családjáról, és annak kapcsán lehetett megválasztani szolgálónak. Ugye ez szerintem ma ezt nem gyakorolják sok egyházban, mert ez szerintem elég komoly gondokat vetne fel és okozna, holott ez egy alapvető feltétel volt. Sziasztok! Egy alapvető feltétel volt. Jó, tehát ezt néztük végig, ugye a házasságnak megnéztük van ugye a kezdeti szakasza, ez a romantikus szakasz, ezt néztük meg, akkor van egy átmeneti szakasz, akkor van a valóság szakasz, nem akarom újra elmondani, van a csalódás szakasz, ugye ami egy vízválasztó általában a párkapcsolatokban, és azt néztük meg, hogyha itt kemény szívű az ember, akkor az történik, hogy itt válnak, általában a házasságok itt válnak ketté a csalódás szakaszba. Tehát nem a romantikus, olyanig nem hallottam, hogy romantikus szakaszba elválnának, vagy átmeneti szakaszba, vagy valóság szakaszba, a csalódás szakaszba van, és a csalódás szakasz az két felé tud elmozdulni, a különválás irányába tud elmozdulni, vagy a megújulás, megváltozás irányába tud elmozdulni. Általában keresztény családokban azt gondolják, hogy az első perctől kezdve, és nagyon sokszor így is vannak tanítva a házasságról szóló tanításokban, hogy azt teszi különbözővé a világi házasság és a keresztény házasságot, hogy a keresztény házasság az végig romantikus szakaszból áll, a világi meg bukdácsol és esik el. Ezt szeretném elmondani, ez egy tévtanítás. Aki már keresztény és házas, az, ha mindegyiket megkérdezed, akkor el tudja mondani, hogy nem csak romantikus szakaszokból áll a házasság, hanem bizony komoly válság szakaszokból is áll a házasság. És ezért ugye megnéztük, hogy mi okozza, hogyan lehet kijönni a válság szakaszból. Ugye a Biblia egyetlen egyet mutatott erre, hogy a kemény szívűség okozza a válság szakaszt. A kemény szívűség az azt jelenti, Biblia lefordítva, ugye ez így nehéz értelmezni az embernek, az azt jelenti a kemény szív, hogy nem igényli az isteni megoldást. Ezt jelenti a kemény szív. Nem az, hogy mérges, morcos, haragos, hanem a kemény szív az azt jelenti, hogy nem kalkulál, nem igényli az isteni megoldást, csak ő akar mindenképpen megoldást találni a dolgaira. Ma azt néznénk meg, hogy milyen szerepek vannak egy bibliai családban, kinek mi a szerepe, és ha Isten megengedi, akkor megnézzünk még egy dolgot, hogy milyen akadályai vannak a bibliai családban az egységnek, és az egység kialakulásának és meggyökerezésének, úgyhogy ezt szeretném ma veletek végignézni. Ugye mindig el fogom mondani majd minden ilyen tanításkor, hogy a bibliai családmodell az nagyon nagy támadás alatt van. Azért van támadás alatt a bibliai családmodell, mert jelen pillanatban eltér, és ahogy haladunk előre az évszázadokban, a 21. századi korszellemtől, ahol ugye a homoszexualitás már egy teljesen elfogadott dolog, sőt, talán már, ha még Isten ad kegyelmet, és átlépünk a következő évtizedben, akkor gyakorlatilag azt fogják majd megbélyegezni, aki nem fogja elfogadni. Ennek látszik azért az irányvonala, hogy egy teljesen elfogadott dologgá vált. Elfogadott dologgá vált a szingliség, elfogadott dologgá vált, hogy a gyermek helyett kutyát, illetve szórakozást vesznek az emberek. Ezek teljesen elfogadott dolgok.
dologgá váltak, és ugye az esetek döntő többségében nem azért, mert a szükség viszi rá az embereket, hanem azért, mert változik a családmodell, és sokszor ez a keresztények, a konzervatív gondolkodók és a liberálisok között, ugye a liberálisok, én nekem semmi gondom nincs a liberálisokkal, és megmondom őszintén, hogy jobban szeretem őket, mint a konzervatívakat. Szabadabb világot tudnak teremteni. Egy baj, ugye, hogy a szabadságukba beleviszik az erkölcsi szabadságot is, amit hogyha kihagynának belőle, szerintem a liberális gondolkodásunk már rég meggyökerezett volna a világba. De sajnos ugye, és ebben igazuk van a kritikusoknak, hogy az erkölcsi szabadosságot is beleviszik. És ezért ma a keresztény, a bibliai családmodell nagyon eltér a korszellemtől, és ennek nem csak az az oka, vagy nem csak az az eredménye, hogy furcsán néznek a bibliai családmodellre az emberek, mert engem ez még nem zavarna, hogy a világ furcsán néz a bibliai családmodellre, engem a legjobban az zavar, hogy a bibliai családmodellben élők, vagy akik ebben próbálnak élni, azok is félnek ebben élni, mert nagyon nagy ezzel szemben az elutasítás. Ugye a Róma 12, ebben a mi vezérigénk, a Róma 12, nem akarom felolvasni, felolvastam már az elején, a Róma 12.2 mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ez egy bibliai családmodellhez, ami mondom teljesen eltér, hát azért a bibliai családmodellben ma meg fogjuk nézni, például a legelső dolog, hogy a bibliai családmodell az az embereknek, a családnak, én úgy fogalmaztam és úgy írtam ide magamnak a jegyzetembe, hogy ez egy védőernyő. Tehát a bibliai családmodell, a bibliai családban lévő helyes szereposztás, egyáltalán a családban lévő helyes szereposztás, az nem csak annyi, hogy ki hol van és ki a nő, ki a férfi, hanem az gyakorlatilag, ha a bibliai családmodellben nincs helyes szereposztás, akkor elmegy a védőernyő. A védőernyő az azt jelenti, hogy csak ezen keresztül tud az Isten megvédeni. És nem is akar máson keresztül megvédeni. Tehát ugye azért, mert az Isten országában, akármilyen furcsa is ma ebben a káoszban élő világnak, hogy van rend. És az Isten országában a család modellben is van rend. Az Istennél nem fog ez megváltozni, hogy én... Tehát az Istennél egy rend, hogyha egy homoszexuális megtér a bűneiből, megutálja és elhagyja, akkor annak teljes mértékben az Isten szabadságot ad. De azt az Isten soha nem fogja megtenni, hogy nem térek meg belőle, hanem gyakorlatilag ma jóvá hagyatom az Istennel, hogy a Géza majd Bélát veszel. Tehát ezt nem fogja az Isten jóvá hagyni, azért, mert van benne egy rend az Isten országában, és nem fogja ezt a rendet egyetlen egy ember, egyetlen egy korszellem alapján sem felborítani. És a bibliai családnak egy nagyon fontos súlya van, hogyha a családban, amiről ma szeretnék beszélni, a szereposztás rendben van, akkor a családban van egy védőernyő. És ugye ma nagyon sokat gondolkodom ezen, mert ez a védőernyő, ugye ezt azt hiszik az emberek, még a családban lévő hívők is azt hiszik, hogy ez pusztán azért jár, ez a védőernyő, mert én hívő vagyok. És ha nagyon őszintén megnézzük ma keresztény családoknak az életét, nagyon ritka az, ahol, vagy úgy mondom, hogy nagy hiányzik nagyon sok helyen, hogy ez a védőernyő működjön. Nagyon sokszor küzdenek, szenvednek, ugyanazok a gyötrelmek, ugyanazok a kínlódásokon mennek keresztül, és a végén ugye az a kérdés, hogy hol van az Isten. És az Isten, az nem, nincs messze tőlünk, az Isten megmondta ő maga, hogy közel van hozzánk, de bizonyos szempontból a védelmét, az, hogy a védelme működjön egy családban, azt elsősorban a családban lévő szereposztás dönti el, hogy az igei vagy nem igei. Ugye ez megint egy konzervatív dolognak tűnik, de az Istennek a szereposztása, és ugye a védőernyőt lerajzolom, akkor az olyan, mint egy erdőernyő, ugye, hogy legkívül van Krisztus. Aztán ez alatt jön a férj, aztán ez alatt jön a feleség, és aztán ez alatt jönnek a gyerekek. Ugye ez ma azért tér el a jelenlegi korszellemtől, mert mindjárt az első, aki kikéri magának ezt a fajta besorolást, az mondjuk a feleség. Ugye amióta megérkezett az emancipáció, ugye a női egyenjogúság, amivel semmi gond nincs, mert Isten sem alávetettségről beszél,
hanem Isten azt mondja a nőre, hogy segítő társ, tehát mindenképpen egy mellérendelt szerepe van a nőnek. De az emancipáció, ugye a női egyenjogúság az pontosan azt jelenti, hogy én nem valahol vagyok egy rendben benne, ami a rend nem lekicsinlést és felemelést jelent, hanem egy rendet jelent. Tehát ugye például a kolbásznak otthon a hűtőbe vagy a kamrába a helye. Nem lesz semmi baj a kolbásznak, ha nappaliba rakod az asztalra, ha száraz a levegő, de nem ott a helye. Miért? Mert hát olyan kellemes lesz ott, hogy ott van a kolbász. Hanem megvan annak a helye, a rendje, hogy hová kell betenni. Még egyszer mondom, semmi katasztrófa nem történik, ha leteszi az ember a nappali asztalra, csak hát mégis az úgy kilóg, ha jönnek vendégek, ha mi nem is veszük észre, de jönnek vendégek, ott van egy ülőgarnitúra, ott van egy nappali, egy dohányzó asztal, egy váz, és akkor van mellette egy kolbász. Tehát az valaki szól érte, hogy nagyon jó ez, hogy van nektek, csak nem jó helyen van. Tehát tedd a helyére, ugye? Kiskorunktól ezt tanítják nekünk, ezt tanítják nekünk a szüleink, vagy ez kellene, hogy ugye a rend az nem azért kell, hogy egy rendmániás őrültek legyünk, hanem a rend az azért kell, hogy az életünkben megtanuljuk azt, hogy a dolgoknak van helye, van ideje, van mindene. Tehát nem azért kell kitakarítani, mert soha többlet nem lesz rendetlenség, hanem azért kell megtennünk, mert egyszerűen az életnek van egy ilyen rendje, és ebbe a rendbe nem áll bele az ember, akkor nagyon sok mindenre kihat ez. Például annak a gyereknek, akinek nem tanítják meg, hogy saját maga körül elpakoljon, saját maga körül rendet tartson, az amikor bekerül abba a helyzetbe, hogy családanya lesz, akkor ez nem úgy történik, hogy egyik reggel majd megvilágosodik, és azt mondja, hogy szuper, most már eszembe jutott, hogy hogy kell csinálni, hanem bizony annak a hiányát meg fogja sínyleni az egész család, a férje, rengeteg konfliktus fog okozni, és nagyon-nagyon sok mindent káros hatása lesz. Van nekem egy unokatestvérem, és ez az unokatestvérem, ez 30-valány éves korában tudott csak elköltözni a szülői háztól, most egy pár hete ment férhez, és én nem jártam még a lakásukba egyetlen egyszer sem az életem folyamán. Én mindig tartom magam ahhoz, hogy én tényleg csak nagyon ritkán megyek másik ember lakásába, mert jó az úgy. Tehát én úgy szeretem tiszteletbe tartani a másik ember lakását. És akik már jártak az unokatestvéremnél, azok elmondják, hogy például most, amikor a házassága az esküvője volt, akkor egyszerűen a cipőket, a dolgokat úgy kellett előkeresni valahol a lakásban, mert egy éve költöztek egy új lakásba, de még mindig dobozokban vannak. Tehát még mindig a költöző, tehát olyan, mintha tegnap költöztek volna be, minden dobozokban van. És erre még rájött, ugye, mivel dobozokban van minden, ezért kitakarítani nem lehet ezt a lakást, erre rájött, és mivel egy éve dobozokban van minden, ezért rájött egy éves koszpor, és még mit tudom én, micsoda. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotok uralkodnak. És ugye most amennyiben nekik lesznek utódai, és az utódok azok ebbe születnek bele, az utódok számára természetes lesz ez a fajta látvány, és az lesz a megtökkentő, hogyha valahol rend van. És a rendnek nem egy rendmánia a lényege, mert a rendmánia az már valami gyöbb, tehát ha most azon vitatkozunk, hogy én mindig csak így ülhetek a fotelomba, így vigyázva, és a lábam az lehetőleg csak az új hegyei mérjenek a szőnyekhez, és semmi, és mondjuk egy almát soha nem ehetnék meg a nappalimba, az egy nagy baj lenne, mert akkor gyakorlatilag én egy rabszolgája vagyok a házamnak. De mondjuk az se normális, hogy szotyizok a nappalimba, és így pöckölöm el, és dobálom rá a szőnyegre, tehát az meg egy másik véglet, hogy előkerül a tavalyi csirkecsont a kanapé mögé bedugva. Tehát ez is egy érdekes dolog, de ugyanígy, ahogy az életnek megvannak a rendje, és ha ezeket a rendeket nem tanuljuk meg, akkor fölborítja az életet, ugyanígy az Isten országában is a bibliai családmodellnek megvan a rendje, és azért van ez a rend, amit felsoroltam, hogy Krisztus, férj, feleség és gyerek. Isten nem megkülönböztetni akart senkit, és szeretném elmondani, hogy Krisztus meghalt a férfiért is, meghalt a nőért is, és meghalt a gyerekért is. Ha megkülönböztetést tett volna, akkor azt mondta volna, hogy csak a férfiakért haltam meg. Ezt akkor közölte volna, de ő nem közölt ilyet, meghalt mindenkiért. Ennek a rendnek azért van szerepe, mert elsősorban, amit ki szeretnék emelni, hogy ez a rend egy védelmet, egy védőernyőt biztosít, amennyiben ez működik. És azt látom, hogy nagyon sok biblia szerint
vagy keresztény családban ez a védőernyő nem azért borul fel, mert nem imádkoznak, nem keresik az Istent, nem szeretik az Isten igéjét, hanem gyakran ez a védőernyő azért borul fel, mert ez a rend nincs meg a családban. Tehát vagy az történik, hogy nem a Krisztus az első, ez is elő szokott fordulni, hanem a munkahely, egymás, a gyerek, és még sorolhatnám tovább, hobbi, mit tudom én még micsodák, vagy a feleség az első helyen van, de az is hiba, hogyha a férje a harmadik helyen van, hogyha mondjuk a gyereket a feleség előrébb veszi, mint a férjet, ez is egy nagy hiba, tehát számtalan eset van, ugye, amikor ez felborulhat. Az is nagyon nagy hiba, amikor a férj nincsen harmadik, meg második hely, hanem csak első helyen van mindenki, a férj, egyenlő a feleséggel, egyenlő a gyerekkel. Ez is nagyon nagy hiba. Miért? Mert a védelem az csak ezen keresztül tud rájönni. Ha egy feleség ott áll, és azt mondja, hogy hé, a férjem, azt leraktuk most a harmadik helyre, kérem a védelmet, az Isten azt mondja, hogy nagyon szeretlek téged, de semmilyen védelmet nem tudok biztosítani, mert nem ez a rend. Ahogy a vetés aratás törvényének is megvan a rendje. Nincs olyan, azt mondja az Isten, akármilyen szépek, jópofák, testvérek, ami akármilyen hős keresztények vagyunk, és azt mondjuk az Istennek, hogy úgy akarunk aratni, hogy nem vetünk, az Isten még a mi kedvünkért sem fog kivételt tenni ebben. Ugyanúgy, ahogy ebben sem tesz kivétel. Ugye az 1 Korintus 11, meg akarom ezeket, amit mondtam, erősíteni igével is, hogy lássátok, hogy nem valami himsovinista dumát nyomok itt le, hanem bizony az ige ezt mondja és ezt mutatja nekünk. 1 Korintus 11.3. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, és az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Tehát itt rögzít egy nagyon határozott sorrendet, és még egyszer mondom, a sorrendet ne értsétek félre, ez nem alá és fölé rendeltségi viszont jelent, hanem egy rendet jelent, egy rendszert, egy rendet jelent, egy isteni rendet. Azt mondja, hogy akarom pedig, hogy tudjátok, ugye, amikor úgy kezdünk valamit, hogy akarom, tehát nem az, hogy figyeljetek, felhívom a figyelmeteket, tanácsolom, hanem azt mondja Pál, mit mond, akarom. Tehát ez azt jelenti, az akarom, ugye amikor az ember akaratos, az azért van, mert valamiről nagyon meg van győződve, hogy ezt most muszáj, hogy elmondja, muszáj, hogy ugye ezért nehéz az akaratos emberekkel bánni, mert azok mindig meg vannak győződve a nap minden pillanatában, hogy valamit úgy kell megcsinálni, ahogy ők gondolják. Ezért Isten nem is sűrűn mondja azt, hogy akarom, különösen az Ószövetségben, hanem ugye ott közlő, hogy nem minden használ, minden megpróbáljátok, minden szabad nektek, de nem minden használ. Tehát itt külön mondja a Új Szövetségben, hogy akarom. Ugye az Új Szövetségben az akarom, a parancsolom, ez nagyon ritkán fordul elő, de itt mondja azt, hogy akarom, hogy tudjátok. Mert fontos, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, asszonynak feje a férfiú, a Krisztusnak pedig feje az Isten. Tehát itt egyértelmű sorrendet mond, hogyha az Istentől akarok védelmet, tehát ha a Buddhától akarok, vagy a sorstól, vagy a végzettől, az egy más kérdés. De ha az Istentől akarok védelmet, akkor az Istentől a védelem, a fej, az lemegy a védelem a Krisztushoz, a Krisztus leküldi a férjnek, és a férj pedig a férjen keresztül megy a feleségnek. Amikor azt mondja a férj, hogy milyen hülye az én feleségem, akkor gyakorlatilag nem mond mást, mint azt, hogy ő mennyire hülye. Mert ugye nincs különbség, azt mondja, hogy az asszony az a férfinek a visszatükröződése. Az asszony nem tud más képet mutatni. Ha a férfi, ha az asszony van az első helyen, akkor ott van egy nagy baj. Én, ez az én személyes véleményem. Ott nem feltétlenül az asszonyt kell mindjárt okolni, hogy nem azért, mert többségben vagytok, nem azért kedveskedek, megmondanám, ha nem így gondolnám, hanem azért, mert ott valamit a férj megengedett. Ott valamit elhibázott. Ott valamit megengedett. Tehát ha ő ezt nem engedte volna meg, ez egy isteni rend. Ha ő beáll a rendbe, és ezt nem engedi meg, az Isten ezt támogatja. Ott valamit ő megengedett, ami miatt felborult ez a rend. Ugye például, amikor a bűnbeesés történt, ott nem véletlenül a kísértés az nem az emberhez ment, hanem az asszonyhoz. És nem véletlenül nem az volt a kísértés, hogy egyél gyümölcsöt, mert nagyon finom, vagy kóstold meg, vagy örök életed lesz. Nem ez volt a kísértés, hanem az volt a kísértés, hogyha ebből eszel, olyanná válsz, mint az Isten. Mit mondott neki az ördög? Mit hazudott az asszonynak? Azt hazudta az asszonynak, hogy olyan lesz, mint az Isten. Tehát meg tudja változtatni, ha eszik abból a gyümölcsből, meg tudja változtatni azt a rendet és azt a sorrendet, amit az Isten eleve elrendelt. Ugye, amikor
Ezen többször beszéltem már erről, sokan megkérdezik ugye így a női szolgálatokkal kapcsolatban, hogy mi arról a véleményem. Nekem pontosan ez miatt, az igei rend miatt nincsen más véleményem róla, azt mondja a Pál apostol, hogy az asszonynak a gyülekezetben a tanítást nem engedem meg. Itt nem azt mondja Pál apostol, hogy az asszonyok, mint az iszlám vallásba csadort húzzanak és ne csináljanak semmit. Nem, itt két dologra hívnám fel a figyelmet, a gyülekezetre és a tanításra, erre a két dologra. Tehát az asszony hirdethet, prédikálhat, az asszony evangelizálhat, tehát nem ezzel van a gond. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy az asszonyra mondja ezt a Biblia. Az asszony, nem az egyedülállóra, az asszonyra. Ugye ez a három dolog, ez itt lehet megérteni különben ebbe az isteni rendben, mert azt mondja, hogy ha az asszony nem a helyén van, akkor az asszony, ha felborul ez a rend, ez a szerepcsere, akkor az asszonyban megvan az a, mivel nem a helyén van, ha kikerülünk a rendből, testvérek, ha egy gyereknek megengedjük 8 éves korába, hogy mit tudom én, szexfilmet nézem, most bocsánat, hogy ezt mondom, felkeltjük az érdeklődését, akkor nagyon nagy hibát teszünk vele. Például ugye ez egy nagy kérdés, hogy miért nem lehet meztelenül fürödni egy gyerekkel, azért, mert a gyerek a korát megelőzően olyat lát, ami utána felkelti az érdeklődését, és utána elkezd rajta gondolkodni, és ha elkezd rajta gondolkodni, akkor olyan dolgokat fog látni, tenni, hallani, keresni, amik még megelőzik azt a kort, amiben ő még kell, hogy éljen. És ez egy nagyon nagy vita ma például a mai családmodellben, hogy mi, mert olyan aranyos, olyan tündéri, hogy a kis 3 éves vagy a kis 5 éves ott fürdik anyucival, és a szent család hármasba, a nagy sarokkádba együtt fürdenek. Én ezt értem, hogy romantikus, meg aranyos, csak az a baj, hogy nem az apával és nem az anyával, hanem a gyerekkel teszünk rosszat, aki nem érti, hogy miről van szó. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ugye amikor a házaspárok például nemi életet élnek, akkor azt lehetőleg ne a nappaliba éljék, és ne fényes nappal, hogy a gyerek még véletlenül sem. Nem azért, mert valami olyat lát, amit most soha nem fog tudni meg, nem tud meg, hanem azért, mert ha idő előtt fel van keltve az érdeklődése, akkor történik az a baj, hogy nem a rend szerint, nem az időben történnek meg a dolgok. Hát ezért van az, hogy ma már, ugye ha egy szexuális inger például idő előtt fel van keltve, akkor az történik, hogy ma már ez a kérdés, hogy szüzesség, ez már nem lesz kérdés, mert igazániból valamikor az általános iskolába elvesztik a szüzességüket a mai lányok, gyakran úgy, hogy még a szüleik se tudtak róla, és igazániból ma ez, ha azt mondod, ha ma egy lány föláll, egy hívő lány föláll, és azt mondja, hogy én szüzen szeretnék férhez menni, akkor ott azt meg fogják dobálni. Nem úgy kövezik meg, mint régen, de a szemükkel, a szavaikkal, a hozzáállásukkal meg fogják kövezni azt az embert, és ezért ma ezeket az értékeket nem nagyon akarják bevállalni az emberek. Hát ráadásul egy fiú mondja ezt. Mert még a lányokkal úgy van a társadalom, hogy az a... Oh, nem számít, mert ugye van egy kicsit ilyen hülye gondolkodásmód. De a fiú... Hát ugye múltkor is ültem egy helyen, és akkor a fiú, egy keresztény fiú volt, az apja nem volt keresztény, és akkor mondja az apja, hogy hát nekem mondta pont, hogy hát milyen ez a gyerek, még barátnője se volt, egy kicsit aggódunk, nehogy buzi legyen. És akkor ugye meg kellett magyarázni az apjának, hogy semmi baj nincs ezzel a gyerekkel, az nem tisztességtelen dolog, hogyha valaki kitűz egy célt, és azt mondja, hogy én nem szeretnék kipróbálni 15 lányt, még férhez megyek, vagy még megnősülök, hanem meg szeretném találni az igazi. De magában a szülő, a családon belüli gondolkodásban is benne van, hogy egy világi apa elkezd arról gondolkodni, nem értéknek tartja azt, hogy a fia nem minden héten bemutat egy új csajt, hanem ezt valami veszélyforrásnak látja. És ezért nagyon félnek az emberek. Tehát ezért egy picit legyetek megértőbbek a fiatalokkal, a kamaszokkal, és szívemből mondom, hogy legyetek, mert én nevelek egy pár kamaszt, tehát tudom, hogy miről beszélek, illetve most már felnőttek, hála Istennek, túl vagyunk a nehezén, de mert ha a kamaszkorból ki tudod tolni, és betolod a felnőttkorba, onnantól kezdve már azért sokkal kényelmesebb, mint a kamaszkorba. Ha felnőttként elrontja az életét, majd felel érte. Ha kamaszként elrontja az életét, felelsz érte te is, úgy, ahogy kell, és örök életbe lelkismert fúdolással állszott az Isten előtt, hogy mit hibáztál el, mit rontottál el. Felnőttként van joga elrontani az életét. Nekünk is van jogunk felnőttként elrontani. Persze reménykedünk benne, hogy nem fogják, de van joguk elrontani az életét. Lehetnek hidegek, és lehetnek forrók is.
Tehát ez az Isten azt mondja, hogy ebben te szabadon dönthetsz, szabadon választhatsz, ez a szabad akarat lényege. De nagyon fontos, hogy ez a rend, amire vissza szeretnék térni, ez a rend egy védőernyőt ad a családnak. És nagyon sokszor, amikor a családok válságból válságba esnek, betegségből betegségbe, küzdelmekből küzdelmekbe, tehát igazából nincs egy megnyugvás. Nincs egy olyan, hogy élvezzük azt, hogy család vagyunk, hogy együtt vagyunk. Nincs egy pillanatnyi békesség se, tragédiák halmaza, kudarcok halmaza, viszályok halmaza. Ott azt kell tudomásulni, testvérek, hogy lehet, hogy ezzel a védőernyővel van baj. És a védőernyő az nem attól van, hogy most én bűnkövettem el, valami szellemi dolgot nem tettem meg, hanem legtöbbször egy családon belül attól hiányzik a védőernyő, hogy a szereposztás nem egy igei rendben van. Testvérek, ha én nem mozdítom meg a kezemet, csak otthon rohadok, és imádkozom, hogy Uram, áldjál meg, tehát egyszerűen nem fog megáldani. Nem fog megáldani, és ne, jól teszi, hogy nem áldjon meg. Higgyétek el, ugyanez működik itt is. Nem a bűntől, a bűnt Isten megbocsátja, a bűn odamész, megbánod őszinte szívvel, és az Isten megbocsátja, ha kell 3 percenként oda mehetsz hozzá, ígéretet tett rá, a tanítványok épp ezt kérdezték meg, hogy hányszor kell? Nincs ezzel probléma. De ez Isten ettől nem ideges. Tudja, hogy megvan bocsánat. Szóval Krisztusban, amíg tart a kegyelem ideje, testvérek, lehet menni az Isten elé, óránként, 2 óránként, 3 óránként, 5 naponta, 2 évente, ahogy éppen beleesel, lehet menni, és azt mondta az Isten, hogy hű és igaz, és megbocsátja. Azt mondja, hogy valljátok meg a bűneiteket, ő pedig hülyeséges, és megbocsátja. Nem ez okozza a bajt, nem csak természetesen a bűn is baj, nem lebecsmérlem, de nem a bajt az okozza, hogyha felborul az isteni rend. És az isteni rendet az ördögnek nem véletlenül a legnagyobb csapdája ma. Figyelj, ha tudja, hogy te erkölcsös ember vagy, nem fog téged kísérteni nőkkel, meg férfiakkal. Nem fog, mert tudja, hogy ezen a területen te stabil vagy. Amivel viszont minden ember kísért, kezdettől fogva, hogy ez az isteni rend felboruljon, hogy a Krisztus a feje a férfinak, a férfi a feje az asszonynak, az asszony pedig ezen keresztül mindenki a gyereknek. Ezzel borította föl, testvérek, a bűnbeesés így történt meg. A bűnbeesésben nem azt mondta Évának az ördög, hogy figyelj, öld meg Ádámot. Nem azt mondta Évának, hogy végezz önkielégítést. Nem azt mondta Évának, hogy drogozzál, hanem mit mondott neki? Ha az Isten azt akarja, azért mondta, hogy ne egyél, hogy te ne legyél olyan, mint ő. De ha eszel belőle, olyanná válhatsz, mint ő. Azaz mit javasolt neki? Borítsa föl a szereposztást. És az asszony ezt felborította a szereposztást, és abban a pillanatban, hogy felborította a szereposztást, mi szűnt meg? A védőernyő. A védőernyő megszűnt. Mit mondott az asszonynak? Fájdalommal fog szülni, áldás helyett mi jött be? Hát, egy komoly kis átok. Mit mondott az embernek? Bele fogsz pusztulni a munkába, hogy eltartsd a családodat. Sokan sóhajtoznak, hogy mennyit kell dolgozni. Testvérek, ez az Ádám óta így van, hogy ez van. Tehát a férfi nincs olyan, hogy könnyen eltartom. Igen, ez a sors, ez a szó, amit kimondott az Isten, az egészen addig, amíg az Isten ezt nem változtatja meg, ez egészen addig így lesz. Olyat sem hallottam még, hogy egy asszony jött és azt mondta, hogy olyan kellemes, örömboldog érzést töltött el, egyáltalán nem fájt a szülés, tök jó volt, akár 10-et is meg tudtam volna szülni egymás után, stb. Hát ugye az olyan energiát vesz ki az asszonyból, olyan erőt, hogy még a legstrambabb, még aki már 8-10-et elpottyantott, az is még beleizzad, az is még egyet sóhajt, az is még egyet. Mikor azt mondják az asszonyok, hogy észre se vettem, hogy kipontyant a gyerek, ezt azért ne vegyétek szó szerint. Hát azért ez nem tudja nem észrevenni egy részt, mert ott azért komoly biológiai változások történnek, és na most minden évben nem akarok belemenni, nem vagyok a szakértője azért annyira, de én nem hallottam, a feleségem ugye 5-ször szült, én nem hallottam egyik után sem, hogy amikor pedig ott voltam, hát nem, egynél nem voltam ott a legutolsónál, de többinél majdnem, nem, meg a másodiknál. Kinél nem voltam? Az elsőnél ott voltam. A Rebinél? A Noéminél nem voltam ott. A Viktornál ott voltam. A Dorkánál ott voltam? Ott. Akkor jó, akkor meg a Levinél nem voltam. Jó. De egyiknél sem hallottam, amelyiknél ott voltam, akkor maradjunk abban. Egyiknél sem hallottam azt, hogy a feleségnek kitoltak, és azt mondták, hogy menjünk haza, drágám. Annyira jól vagyok, menjünk vásárolni, minden rendben raktak, kész, megyünk. Tehát múltkor láttam egy ilyen képet, hogy mutatták, hogy a Katalin hercegné szülés után egy héttel, és akkor kosztümbe. Tehát ezt nehogy elhiggyétek ezeket a hülyeségeket. Nincs ilyen a világon. Hát az Isten megmondta, lehet az Katalin herceg,
szegény, lehet az az én feleségem, lehet az egy cigányasz, hogy akárki lehet, nincs ilyen, azt az Isten megmondta, az azóta ebben a rendben van. És kész. Ezért ugye, amikor a férfiak is fifikával próbálják meg eltartani a családjukat, meg ügyeskedéssel, hát nem ezt mondta az Isten, hogy legyél fifikás, hanem azt mondta, hogy bizony, bele fogsz izzadni abba a munkába, és a családodnak bele fogsz izzadni a kenyérkeresetbe. Ezért ezt hálaadással kell fogadni, majd Ádámnak mindenki megköszöni, külön-külön, én is ugye többször jeleztem, hogyha találkozok vele a mennybe, mindenképpen elhívom egy fröccsre, és meg fogom vele beszélni ezt a 6000 évet, hogy ezt azért lehetett volna másképp is. Hát, ha az Isten nem látja című történettel, de hát ez persze csak vicc. Tehát nagyon fontos, hogy ez a szeret, ez okozza a legtöbb családban, a bibliai családban a védőernyő hiányát. A második ugye az Efézus 5.20, ugye a Korintus 11.7-et felolvastam, az Efézus levél 5. rész 23. verse a következőt mondja. Mert a férj fele a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. Itt újra megerősíti, hogy a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus feje az egyháznak, tehát megerősíti az szereposztást, és egy nagyon fontos dolog, itt bejön már ez a védőernyő, és ő a megtartója ennek az egész rendszernek, a testnek. Tehát Krisztus a megtartója ennek a testnek. Ugye az Efézus 5.22-t felolvastam, Efézus 6.1. Efézus 6.1. Ugye, hogy a legkisebbek sem maradjanak ki a sorból. Ti gyermeket, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. És akkor utána felsorolja, hogy tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, amit az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű légy a földön. És ugye utána, hogyha valamelyik szülő esetleg rabszolgatartásba helyezni a gyerekét ezáltal a parancsolat által, pár rendbe rakja, hogy ti atyák ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Tehát itt elmondja, hogy a gyereknek pedig kinek kell engedelmeskednie, a szüleinek kell engedelmeskednie. Nagyon elgondolkodható testvérek, hogy az első parancsolat, a tiszteljed apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyen a földön. Tudjátok miért? Azért, mert ez az a védőernyő. Tehát, bocsánat, lehet, hogy én, ez most hülyén fog hangzani, és ne értsétek félre, de lehet, hogy én paráználkodtam, vagy öltem. De ha tisztelem az apámat és az anyámat, akkor van esélyem, hogy helyreállok. De testvérek, ha nem tisztelem az apámat és az anyámat, ami a védőernyőt adja, akkor hiába nem ölök, hiába nem paráználkodok, hiába nem, és felsorolhatnám mind a másik 9 parancsolatot, egyszerűen nincs esélyem a védelemre, mert a rend az így jött, az így sorba jött. És ez nagyon nehéz a mai világban, főleg azoknak, akiknek mondjuk eldobták a szülei, vagy van, akik nem is ismerték soha a szüleiket. Ezek tudom, hogy ezernyi kérdést vet ez ma fel. De a Biblia azt mondja, hogy ez a védőegyiség nem azért mondja, hogy te azért tiszteld, mert megérdemli, vagy nem érdemli meg. Van csomó olyan szülő, aki véleményem szerint nem érdemli meg. Nem érdemelni meg még a tiszteletet sem, mert úgy élt, úgy reagált, úgy bánt a gyerekkel. Viszont, ha az ember beáll egy isteni rendbe, és ezzel nincs is adáig gond, amíg az ember világi, de ha belép a bibliai családmodellbe, belép a Biblia keretei közé, akkor viszont ez azért fontos, hogy én apámra és anyámra, még ha nem is ismertem őket, ne úgy gondoljak, mint egy rohadékra, aki tönkretette az életemet, pontosan azért, mert egyszerűen akkor ez fog kijönni belőlem, és a gyermekeimnek nem fogom tudni megtanítani ezt a tiszteletet. Ha nem fogom tudni megtanítani a tiszteletet, akkor a gyermekeim kiesnek ebből a védőernyőből. Ezzel én azt állítom, hogy nagyon sok gyerek, amelyik kiesik a családi védőernyőből, annak nem az azok a testvérek, hogy a szülei imádkoztak vagy nem, hanem az azok, hogy nem tanították meg a gyerekeknek, hogy milyen az a tisztelet. Nézzétek meg ma a kisebbekkel, ugye én foglalkozom, tanítok általános iskolásokat is. Az általános iskolásokkal például nekem a legnagyobb bajom nem az, hogy hogy néznek ki, hogy öltözködnek, hogy írnak, hogy olvasnak. A legnagyobb bajom ezzel a korosztály, hogy nincs bennük tisztelet. Tehát nem köszön például. Ha elmegy mellette egy felnőtt, észre veszi, hogy elment mellette a felnőtt. Természetessé vált neki, hogy ő van, és nincs rajta kívül más. És 8, 10, 12, 14 éves gyerekekről beszélünk. Ezek nem így születtek, hanem már az előtte levő generáció nem tanította ezt meg. Már az előtte levő generáció az mindig szitta, mint a bokrot, a szüleit, stb.
és nem tanította meg ezt. És ha ezt nem tanítja meg, nincs meg ez a védőernyő. Ezért nagyon fontos, hogy a Biblia ezt megerősíti, hogy ez az a rend, ez a családnak a rendje. És ezért az asszonynak például ugye nagyon nagy vita van, hogy ki az úr a háznál. Egyszerűen azt kell megérteni, hogy nem az a lényeg, hogy ki az úr a háznál, hanem az asszonynak védelmet az biztosít, hogyha a férjének a kapcsolata rendben van az úrral. Egyszerűen nincs más védelem. Nem tud az asszony, bocsánat, hogy ezt mondom, belepusztulhat az imádkozásba, belepusztulhat a család fenntartásába, belepusztulhat a család egységének a megőrzésébe, és ha megnézitek, nagyon sokan bele is pusztulnak, ahol nincs rendben ez a helyzet, és az asszonynak kell átvennie a férfi szerepét. De azt kell megérteni, hogy a védőernyő ettől nem működik. Ettől egyszerűen hiányzik valami. És nagyon sok családban látom, keresztény családban látom, hogy nagyon sokszor, és most ne próbáljatok meg, de biztos, hogy van az ismerősi körötökben ilyen is, de most nem az a lényeg, hogy ki jut eszedbe, amit most fogok mondani, hanem az a lényeg, hogy nagyon sokszor látom, hogy az asszonyok néha féltékenyek, hogyha a férjük időt tölt az úrral. Sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk együtt vagyok férfiakkal, tudja az asszony, hogy ima alkalom van, mit tudom én, együtt vagyunk, igét tanulmányozunk, de 8-szor rá telefonál a férjére, hogy jöjjön már haza, elküldi boltba, stb. Tehát mintha elvenni, mintha féltékeny lenne, hogy a férje egyszerűen a Krisztussal közösségbe akar lenni. Ezt tudjátok, azért veszélyes, mert ha ezt nem engedjük meg, és nem engedi meg, inkább megengedi, hogy ide menjen, meg mondom, valamikor programot csinál. Például én nagyon nagy hibának tartom, hogyha program van csinálva az Istennel való közösség helyett. Tehát én például azt totális hibának tartom, amikor férj mondjuk megindul istentiszteletre, az asszony meg azt mondja, hogy de be kell menni a gyereknek cipőt venni. Tehát egyrészt lehet annak a gyereknek máskor is cipőt venni, csak jelzem. Mi történik? Itt felborul a szereposztás, és egy idő után az ember, ha kikerül az alól, hogy a Krisztus lesz a feje, akkor ezt meg fogja inni ennek a levét, az asszony, ha akarja, a világ legszentebb, legbecsületesebb, legtisztességesebb keresztény asszonya lehet, akkor is meg fogja inni a levét. Miért? Mert ez a védőernyő nem fog működni. Testvérek, ha egy egyedülálló hölgy, vagy egy olyan hölgy, egy olyan családban, ahol nincs rendben a szereposztás, a hölgy kiköpheti a tüdejét. Testvérek, mindent megcsinálhat. Viselkedhet férfiként, akármi, dolgozhat, kereshet 1 millió forintot, értsétek meg, akkor is valami felborul, és nem lesz rend, nem lesz meg az isteni védőernyő. Teljesen mindegy, hogy mennyire áll helyt, vagy mennyire nem áll helyt. Testvérek, azokban a családokban, ahol a hölgyeknek kell helyt állni, kérdezzétek meg őket, azok beledöglenek ebbe. De nem abba döglenek bele, hogy most nehezére nem szereti a férjét vagy a gyerekeit, maga abba döglik bele, hogy valami olyan szerepbe van, ami nem az övé. Ami nem az övé, és ez egy kényelmetlenséget okoz. Arról most nem beszélek, ha ezt a hölgy élvezi. Az egy más kérdés, arról most én nem akarok beszélni. De a legtöbb helyen, ahol ez nem az élvezet miatt, nem rossz indulatból van, hanem kényszerből, ott is belepusztulnak. Ott általában a férfiak infantilissá válnak, olyanok, mint egy nagyobbodások. Egyszerűen, mert nem ott van a helye. Ő lemegy a gyerek helyére. Ott is nagy probléma, ha a gyerek följön, és beelőzi a feleséget. Nem lehet ilyen, testvérek. Ezért ugye nagyon nagy probléma például a házasságokban, hogyha több időt, legalább egy házasságban, annyit, egy családon belül legalább annyit kell fordítani a férfinek és a nőnek egymásra, mint amennyit fordítanak a gyerekre. Mert ha nem fordítanak egymásra, akkor ez a szereposztás fel fog borulni. Ezért nagyon nagy veszélye van ennek, hogyha akármilyen okból ez kimozdul, mert ez a védőernyő, ez hiányzik. És őszintén megmondom nektek, hogy ma én nem azt látom a mai kereszténységben, vagy a mai hívő társadalomban, mert én azt gondolom, hogy mindenki, aki Isten igéjének a hallgatására, Isten követésére adja a fejét, abban van jó szándék. Tehát az valóban, most ki milyen intenzitással, ki milyen hozzáállással, mindegy, de valahol meg szeretni találni az Istent. Sokszor ez a védelem, és akkor tele lett nyomva sokszor a fejünk azzal, hogy majd ha többet imádkozol, nagyobb védelem lesz, majd ha többet böjtölsz, nagyobb védelem lesz. Testvérek, nem, vannak rendek, vannak a Bibliában rend, amit nem tudsz felborítani imádkozással, böjtöléssel. Tehát én hiába szeretnék most azért böjtölni, hogy Uram, fogadd el a homoszexuálisokat, kérlek, hadd házasodjanak össze. Hadd legyenek egy szép pár, ketten. Egyszerűen az Isten azt mondja, hogy szeretlek, meg értem a jó szándékot, amit akarsz, de nem. Nem. Nem lehet.
Nem lehet, mert nem ez az életrendje. Nem így mondtam ki, nem így nyilatkoztattam ki. Az Ádám, amikor meglátta Évát, azt mondta, hogy ez a testemből való test, húsomból való hús, csontomból való csont. Ez az, ez keltett engem örömre. És ezért majd nagy dilema. Hát ugye nem véletlenül az az amerikai kereszténység, amelynek én azt gondolom, hogy a világ karizmatikus mozgalma, sokszor rosszat mondunk róluk, de azért nagyon sokat köszönhet. Testvérek, mind dicséretben, mind irodalomban, tanításokban, azért ne becsüljük le azt, ami onnan jött. Az, hogy Kelet-Európában ébredés történt ki, annak nagyon sokat köszönhetünk, főleg az amerikai, nyugat-európai keresztényeknek, akik belopták a bibliákat, akik minisztriket, missziókat alapítottak. Tehát azért ezt nem szabad lebecsülni. Viszont egyet biztosan látok, hogy az amerikai kereszténységnek a buktáját nem az okozta, hogy milyen mennyire gazdagok, vagy mennyire szegények, hanem az okozta, hogy bizonyos rendet, amit az Isten lefektetett, és ők már annyira biztosak voltak benne, hogy annyit tettek az Istenért, hogy az Isten ezt már megfogja, el fogja nekik nézni, de amiket lerakott az Isten rendet a Bibliában, az igéjében, az igéj által, azt nem borítja fel. És ezért van egy nagy dilemma most, ugye, hogy ezért jöttek létre például Amerikában szintiszta homoszexuális gyülekezetek. És ezek kertházzal működnek. Több ezer fős gyülekezetek városokban. Miért? Mert én értem a szándékot, értsétek meg, nem feltétlen biztos, hogy egy homoszexuális pásztor vezeti ezt. Hanem a szándék az a következő. Szeretni ezeket az embereket megmenteni. És ezt én nem kifogásolom, én ezt elhiszem neki. Mert nincs okom rá, hogy ne higgyem el, hogy jó indulattal próbál. De értsétek meg, a jó indulat és a rend, a jó indulattal nem lehet a rendet megváltoztatni. Főleg az isteni rendet. Nem lehet felborítani. Az Isten azt mondja, hogy ez a rend, így jön az áldás. Ezért egy ilyen családra, testvérek, semmilyen védőernyő nincsen. Tehát az, amikor elhatározzák államok, hogy két férfi örökbe fogadhat gyereket, nézzétek meg a bibliai szereposztás, és ez a szereposztás már itt már nem is az a baj, hogy a feleség a férje fölött van. Hát itt van már egy nagy probléma, hogy egy egész ember kimarad a rendszerből. A feleség. Ha mondjuk két férfi esetében beszélek, vagy két nő esetében, akkor meg a férj. Kimarad, hiába teszünk ebbe a rendszerbe bele egy gyereket, meg hiszünk az Istenben, kimaradt egy egész rész, kimaradt, ami nélkül nem lehet. Nem jön le, nem jön át. Azt mondja, az Isten nincs férj, puha, kész, megállt. Megállt a rendszer, mert nem működik. Azt mondja, az Isten nem mozog a kezed. Mit mond az Isten? Mit mond az Isten? Mihez köti az áldást? Azt mondja, hogy a két kezedhez köti az áldást. Nem azt mondta, hogy a szerencséhez köti, hol születtél, mit örököltél. Ezt az Isten egy szóval nem mondta. Az Isten azt mondta, hogy mozog a két kezed, ehhez kötöm a te áldásodat. Izsáknak mit mondott? Nem azt mondta, hogy vigyél, igazad van, szárazságon. Azt mondja, hogy mozgass meg a két kezedet. Mit csináljál? Vessél. Kezdj el vetni. És én a többit bíz rám. Te neked egy a feladatod, hogy mozgass meg. Ugye ezt értették meg nagyon sokan, és ezt különben ki kell azt is mondjam, hogyha világiak megértik ezt, még ott is működik. Mert az isteni rend, testvérek, az nem a keresztény egyházba lett bele teremtve, hanem az isteni rend, tudjátok, miből lett bele teremtve? A teremtéskor magába a világegyetembe. Az Isten szólt és lett. A földet nem a keresztényeknek teremtette. Nem csak a keresztényekért halt meg Jézus, hanem az emberekért. Ezek az igazságok, hogy vetés, aratás, az isteni rend, a családmodell. Testvérek, ha egy világi családmodellben csak az helyén van, hogy a férj fele a feleségnek, és ketten pedig fejéért gyerekeknek, az a család már harmonikusan tud élni és létezni. Úgyhogy még nincs ott az isteni rend, de maga az, hogy a szereposztás már ez alatt rendben van. És ezért ez nagyon fontos tudomásul venni, hogy ez nem egy hím sovinizmus, hogy ezt a szót használjam, hanem egyszerűen ez egy isteni rend. Testvérek, a gyerekeknél pedig, ha a szülők kapcsolata, a gyerekeknek a helyzete nagyon érdekes. A gyerekek nem véletlenül kapnak külön védelmet Istentől. Azt mondja Isten, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. És nagyon sok helyen, ha megnéztek Jézus hozzáállását a gyerekekhez, azt mondja, ha egyet megront a kicsinyek közül. És nagyon sok ige van a gyerekekkel kapcsolatban. Azért, mert a gyerekek helyzete kiszolgáltatott. Ha a gyerekeknek a szülők kapcsolata teremti meg azt a légkört, ami a fejlődéséhez szükséges. Ha a gyerek a szülők kapcsolata miatt szorongásban van egész életében, akkor két dolog történik. Az egyik dolog az történik, hogy egyszerűen borzalmas gyerekkora van, a másik pedig az, hogy ahogy megteheti, abban a pillanatban úgy húz el otthonról, mint a villám.
Tizenéves korában már. Szeretném elmondani, hogy az a mai menekülés, ami van az otthonokból, a családokból, azt azért nem lehet azt mondani, mert ugye a szülők nagyon könnyen elintézik, lázad a gyerek. Nem, hanem az a szorongás, amit a szülők kapcsolatában átélt éveken keresztül, abból már tökig elege van, és abból menekülni szeretne. Tehát nem mindig az a hibás, hogy a gyerek így lázad, meg rossz társaságba keveredett. Egy olyan gyereket, testvérek, akit tehát mi a feleségemmel próbálunk a lehető legjobban élni. És én már épp mondogattam a feleségemnek, most már el kéne zavarni otthon a francba a gyerekeket. Nem is akarnak menni otthonról. El kéne most már lassan őket paterolni, hogy menjenek már a dolgokra. Természetesen ebben ütközünk sokszor, mert hát egy tök jó dolog, hogy félreértsek, nem azért, mert sajnálom tőlük az ételt, meg az italt, nem azért. Csak tudom, hogy a fejlődésükhez, így ahogy mondja az Évi, szükségük van az önállósodásra. Muszáj! Egyszer akármennyire szeretem, meg kell ezt tegyem. És most már úgy jövök vele, hogy figyelem, mit a lányom is mondta, hogy lehet, hogy majd ott áll a munkát, mit a 2 évvel ezelőtt még azt mondta neki, ne menj el, maradj itt, most már apád még imádkozik is érte, csak menjél, mert hozzá tartozik ez az önállósodásukhoz. Ezért ugye a gyereket, ugye miért mondja, hogy a ti gyerekek, gyerekek tiszteljétek a szüleiteket, ugye mikor tud tisztelni? Hát akkor, hogyha az a szereposztás megmaradt. Testvérek, az nem normális egy családban, hogy az anya lejáratja az apját. Hogy apád ilyen hülye, meg olyan hülye, meg vagy fordítva az apa lejáratja az anyát. Ez nem, mert a gyerek ezt tanulja meg, és akkor mi történik? Hát egyáltalán a szereposztás neki nem lesz példa. Hát ezért ugye a házasságban, a családban meg kell egyezni, hogyha tehát mikor oda jön a gyerek, és azt mondja, hogy apa, elengedsz moziba? Akkor megkérdezem, hogy anyádnál voltál már? És igen, voltam. És mit mondod, hogy nem? Mondom, ugyanaz a válaszom. Pedig lehet, hogy elengedném, mert azt mondanám, hogy most mit kell ezen izélni, hadd menjen már gyerek, de nem fogom lejáratni a saját feleségemet, még akkor sem fogom lejáratni, ha tudom, hogy nincs igaza. Miért? Mert a gyereknek igenis látni kell a szereposztást, hogy figyelj, ez nem így működik. Mert utána mit csinál a gyerek? Látja, hogy melyik szülője a gyengébb láncem, és azt kezdi el hülyére venni. Hát ez egy teljesen normális. Testvérek, te is így csináltad. És mindenki így fogja csinálni, aki ezután születik. Hát ez egy teljesen normális reakció. Hát akit lehet, azt majd megmalmozunk. Aztán kész. Ezért ugye nagyon fontos ebben a szereposztásban, hogy ezért a szülőknek az egymással való kapcsolat ápolására, és erre nem tudom, a családnak ez egy kulcsfontosságú része, legalább annyi időt kell fordítani, mint a gyerekkel való ápolásra. Testvérek, például a legtöbb válást tudjátok mi okozza? Megszületik a pici gyerek, az apuka ott hagyja az anyukát a kis bővítsélő gyerekkel, eltelik 3-4 év, a gyerek már elmegy óvodába, csak közben mi történik? Elválnak. Miért? Azért, mert az apa hagyta, hogy az anya 24 órában a kölökkel foglalkozzon. Mert meg lehet magyarázni, aranyos, pici, szüksége van a nagy túrót. És közben mi borult fel, hogy a gyerek úgy nőtt fel, hogy látta, hogy az anyja egy rabszolga, és azt látta, hogy az apja meg mit tudom én, közben pecázik, tévét néz, stb. Felborult a normális képe. És ezért, hogy erre időt kell fordítani, időt kell szakítani, hogy a házassági szerepkörök ne boruljanak föl. Úgyhogy ezt mondja az ige, és ugye az 1 Mózes 3.16-ban ugye a bűnesetről van szó, csak idéztem már, csak nagyon fontos, hogy itt nagyon a bibliai családmodell támadók mindig az egyenjogúságra hivatkoznak. Testvérek, amikor azt mondja, hogy segítő társ, amikor azt mondja, hogy nem létezik az egyik a másik nélkül, amikor azt mondja, hogy ketten lettek egy testé. Testvérek, higgyétek el, hogy ezek az igék, ezeknek jóval nagyobb súlyuk van, mint az, amit az emancipáció vagy az egyenjogúság képvisel. Az egyenjogúság az azt képvisel, hogy igen, egy feleségnek is van véleménye, ugyanúgy hordhat nadrágot, ugyanúgy olyan beosztásba kerülhet. Így van, lehet főnök, hordhat nadrág, így van. Egy valami, ami eltér a bibliai családmodellben, hogy ott, ha van férfi a családban, van férj, akkor egyszerűen a védelem az ebben a rendben jön le. És ha ezt én ki akarom játszani, ezt a védelmet, akkor utána csodálkozok. Mert testvérek, ha a férfi a helyén van, akkor az asszony nyugodt lehet, nem fogja megcsalni, nem fogja elhagyni. Ha a férfinek a feje Krisztus, akkor nem fogja megcsalni. Nem a férfi jelleme erre a garancia, mert az lehet, hogy olyan, amilyen.
hanem az, hogy a feje a Krisztus, az a garancia rá. Mert a férfi elleme lehet, hogy nem alkalmas arra, de amíg feje a Krisztus, addig ebben ez a garancia. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. És nézzétek meg, hogy az Isten nem azt mondta a bűneseknél, amikor mondja az Isten, nem parancsolja, hanem mondja, hogy a következő lesz a következménye, ha kivonja magát ez alól a szerep alól, a védettség alól vonja ki magát. Mit mond? Azt mondta neki Isten, nem parancsolta nekik, hanem azt mondta, hogy ne egyél. Nem azt mondta, hogy parancsolom meg, ne egyél. Mert ha eszel, akkor meghalsz. Az Isten elmondta neki, hogy mi fog történni. És elmondta azt az Isten, és nézzétek meg, mi történt, amikor evett belőle, akkor azt mondta, elmondta ennek a következményeit. Mi alól esett ki az ember? Hát azt gondolom, hogy az Édennek volt egy védettsége. Annak nem kicsi. Testvérek, utána olyan védettsége volt az Édennek, itt értettem meg különben, hogy az Isten azt mondja, hogy kerubokat állított az Éden ajtajába, hogy az ember ne menjen vissza. Tehát olyan védettsége volt az embernek az Édenben, amit csak azután vett észre, és itt az Isten utána azt mondta, hogy mivel felborítottad ezt a szerepkört, és Istenné akartál válni, ugye ugyanez van Bábelnél is, amiről elkezdtem tanítani szombaton, hogyha felborul ez az egyensúly, felborul ez a szereposztás, akkor az ember elveszti a védettségét. És ennek a meggyőződésem, hogy ma a családokban, a hívők életében a védettség nem ilyen, nem lehet csak bűnre fogni az egészet. Hanem ha egy kicsit megpiszkálnád, ha őszinték legyek, egy kicsit megpiszkálnád a családokat, akkor lehetne látni, hogy valószínű, hogy nagyon sok helyen a szereposztás az teljesen felborult. És tudjátok, a keresztényeknél ezt azért nehezebb, mert a keresztények, amikor közösségben vannak, eljátszák ezt a szereposztást, hogy ez rendben van. De abban a pillanatban, hogy hazamennek, ott egyértelmű, ezért mondtam, hogy nem ott éljük meg a keresztény életünket abban a 3 órában, hanem amikor kilépünk onnan, ott éljük meg a keresztény életünket. Ezért ugye ez létkérdés, egy asszony számára is létkérdés, hogy a férje az Úrban legyen. Ezért mondja, ugye majd fogok erről beszélni a párválasztásról, ezért mondja a Biblia, nem azt mondja a Biblia, hogy ha egy hívő és egy hitetlen összeházasodik, az nem lesz házasság. A Biblia soha nem mond ilyet. Nem azt mondja az Isten, hogy nem ismeri el házasságnak. Tökéletesen elismeri házasságnak. Csak azt kérdezi az Isten, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz. Hogyan akarod összeegyeztetni a tüzet és a vizet? Tehát amikor azt kérdezik például tőlem, hogy szentesítek-e egy olyan házasságot, amikor egy világi és egy keresztény akar összeházasodni. Én azt szoktam mondani, hogy igen. Igen. Elmondom, hogy miért. Azért, mert eleve, ha szentesítem, akkor onnantól kezdve az Istennek a szemében, persze, ha ők akarják. Az Istennek a szemében onnantól kezdve házasok, és innentől kezdve azok a vádak, vagy azok a bűnök, amiket a Biblia felsorol, nem vonatkoznak rájuk, mert házasok, és az Isten elfogadja ezt a házasságot házasságnak. Ha az a kérdés, hogy jónak tartom-e, akkor azt mondom, hogy nem. Nem tartom jónak. Abszolút nem tartom jónak. És abszolút felszoktam hívni az ilyen esetekben a figyelmet, hogy ezt nagyon gondolják át. Ezt nagyon-nagyon gondolják át, mert eleve a szereposztás nem jön ki. Ha a férfinek, testvérek, csak gondoljatok bele, ha a férfinek nem feje a Krisztus, akkor gyakorlatilag védőernyő nélkül indul el a család. Az asszony, ha fejen áll, hát sokszor vannak, hogy a hölgyek azért mennek bele egy házasságba, mert majd lehet, hogy a férfi megtér. És akkor milyen jó lesz. És ha nem? Mert lehet, hogy mert én számtalan olyat hallottam, hogy megvolt ez a reménység, azt mégse. És akkor mi történt? Hát az történt, hogy kimegy. Ha erre kijelentése van az embernek Istentől, lehet-e rajta? De az Istentől legyen, ne az érzelmeiből, ne a vágyaiból, hanem az Istentől legyen. És az történik, hogyha ugye belemegy tudatosan, akkor az ember ezt a védőernyőnek az első láncszemét kilövi. Hogy a férfinek a feje a Krisztus. Kilőtt az első ráncszemét. Ez mire lesz hatással? Ha lesznek gyerekei. A gyerekekre hatással lesz, és még sorolhatnám tovább. Nagyon sok kihatása van ennek. Ugye még egy nagyon fontos dolgot mond itt az 1 Mózesben a teremtéskor, ugye csak hogy a hölgyek azt higgyék, hogy itt nincs egyenjogúság. Azt mondja az Isten az embernek, hogy uralkodj a föld, vadain, mezőn, stb. Nem azt mondta
hogy uralkodj a feleségeden. Tehát aki azt állítja, mert azt is el kell mondanom, hogy nem csak a világ keveri ezt össze, ez bizony a diktátor típusú keresztény, amit ugye felsoroltam, családmodellek, ott is összekeverik, hogy az asszonynak kus van. Én éltem olyan karizmatikus időszakban, amikor az asszonyoknak olyan kus volt, hogy be se jöhettek ima alkalomra. Tehát én ezzel nem értettem egyet. Ez nem így működik. Nekem a feleségem az a részem. Ahová én bemehetek, oda bemehet ő is. Amit én hallok, azt hallhatja ő is. Hát ha ketten lesznek egy testé, akkor mit kéne nekem titkoljak ő előle? Mi az, amit ő nem tudhat meg? Hát semmi. Hát pontosan ez okozza a kapcsolatunk lényegét, hogy nyitott könyv az életünk. A hülyeségem is nyitott könyv előtte, meg az előnyeim is nyitott könyvek előtte. Szeretnie kell a hülyeségeimmel együtt. De azt hogy tudsz szeretni? Hát a nyitott könyv vagyok előtte, és nem 30 évente derül ki valami rólam, hogy te jószagú ég. Már megint minden házassági évfordulón kiderül valami nagy gáz, valami botrány, hogy na, és akkor hát, mert hogy egy életben egyszer-kétszer-háromszor kiderül az emberről valami, belefér, szeret. De azt, hogy minden házassági évfordulón valami új oldalamról ismer meg, hogy kiderült, hogy zugivó vagyok, zugevő vagyok, zugcsajozó, vagy mit tudom én, mit soroljak föl, hát az nem egy nyitott, akkor nem vagyunk ketten egy testi, akkor én egy külön életet élek tőle függetlenül. Ezért nagyon fontos, hogy az Isten elmondta, és mindig ezt szoktam tanácsolni, hogy az Isten azt mondta, hogy a természet felett rendelte az embert uralkodásra, nem a másik felett. Szeretném elmondani, hogy uralkodással, nézzétek meg a keleti kultúrát, uralkodással megfélemlíteni lehet, tehát ott a nők rabszolgasorban vannak, lehet megfélemlítéssel is lehet élni, de ott egy asszonyt megkérdeznél, jó, ez így neki, gyakorlatilag nincsenek is rendben a családi szerepkörök. Tehát nem tud az asszony segítőtárs lenni az ember előtt. 1 Korintus 11-11, még ezt még egyszer fel akarom olvasni, 1 Korintus 11-11. Azt mondja, hogy mindazáltal sem a férfiú nincs az asszony nélkül, sem az asszony férfiú nélkül az Úrban, mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az asszonyból van, az egész pedig Istentől. Testvérek, ez így bonyolultnak tűnik, de tök logikus. Az asszony meg lett teremtve a férfiből, viszont utána az asszony szüli a férfit is. Tehát én még olyat nem hallottam, hogy az apa szüli a fiúgyereket, az anya meg a lánygyereket. Én legalábbis se a Viktort, se a Leventét nem én szültem, ha jól emlékszem. Már pedig erre tisztán emlékszem. Mind a kettőt a feleségem szülte. Tehát mi történt? Az történt, hogy az Isten ezzel is kifejezi. Tehát tök hazugság az, amikor a bibliai családmodellre azt mondják. Az, amikor van egy hülye, fanatikus, vallásos férfi, és az hülyét csinál az egész családból, azt azért ne hívjuk kereszténységnek. Azt hagyjuk. Az egy más műfaj. Annak semmi köze nincs a kereszténységhez. Vagy egy elszállt, szuperszellemi férj osztja otthon a sorokat, mint egy katonatiszt. Tehát ez nem bibliai családmodell. A bibliai családmodellbe, és ezt Pál apostol mondja, Pál apostolra bízta rá Isten a bibliai családmodell közlését, mert a többiek érintettek voltak benne, és mondjuk 30 év házasság után megkérte volna akárkit, mondjuk a Jakabot, hogy Jakab, mi a véleményén a bibliai családmodellről? Az Uram, hogy a büdös életben nem nősülnék meg többet. Na most ez nem válasz, ezért egy olyan palira bízta, szó szerint palira, a pára, aki ebből tudott kijelentést venni. És nézzétek meg, nagyon nagy súlya van, azt mondja, mindazáltal sem a férfi, tehát amikor arról beszélünk, hogy a Krisztus feje a férjnek, a férj fele a feleségnek, akkor nem egy alárendeltség van. Nézzétek meg, mindazonáltal sem a férfiú nincs az asszony nélkül, sem az asszony férfiú nélkül az Úrban. Tehát itt a bibliai családmodellről beszélek, nem a világról. A világban miért nincs egy férfi asszony nélkül? Hát mondjuk például a szex nélkül nem bírja ki. Amúgy, ha szexet megkap, tökre el van az asszony nélkül. De ez a bibliai családmodell nem így működik. Vagy van olyan férfi, aki azt mondja, hogy ha főznek, mosnak rám, igazándiból még a szex se érdekel. Nekem a nő azért kell, hogy főzzön, mosson rám. Na, az is egy gondolat. De ugye ennek nincs semmi köze a bibliai családmodellhez. A bibliai családmodellben azt mondja, hogy nincs. Nem a szexért, nem ezért, nem azért, nem amazért. Ha egyszerűen, mert nem létezik egymás nélkül. Pont kész, ennyi. És lezárta. És utána ugye, hogy az asszonyokat felemelje, mert mit szoktak mondani a férfiak, én már voltam ilyen keresztények között, azt mondja, asszony, hallgass, te vagy belőlem! Igen, viszont ez nem igaz, mert meg kell csak a férfit kérdezni, hogy mi van beírva a anyád nevébe.
nevére. Ha egy nő van beírva, akkor te vagy az asszonyból. És ugye ezt mondja Pál, hogy mielőtt még valamelyik agya mennek, elszállna az agyon, hogy ő a despota, azelőtt jelzi, hogy ne. Tegyük ezt a helyére. Tehát azt mondja, hogy egy fúzió van. Nem alá, fölé, ide-oda, fúzió van. Fúzió van. Egy oda van, de az a fúzió, ez most az isteni rendben úgy működik, hogy egyek ők, de egyszerűen a férfinak kell Krisztusban lenni. Hiába akar az asszony Krisztusban lenni, és a férfi pedig hüle, egyszerűen akkor fölborítja ezt a rendet. Ugye a felemás igánál is ez okozza a nehézséget, akik felemás igában vannak, hogy olyan terhekkel viseljenek, és majd nézzétek meg, nagyon sok esetben figyeltem, hogy a felemás igában nagyon sokszor a férfiak, a férfi a hitetlen fél, nagyon infantilis. Tehát olyan, nem érti meg, nem fogja fel nagyon az életnek a súlyát, hanem úgy majd az asszony elviszi a balhét, és kész. És ezért mondja az ige, hogy a felemás igával kapcsolatban, hogy egyrészt példamutató magatartásra lehet megnyerni, nem nagyon lehet megnyerni evangelizációval. Akik tapossák ezt a vonalat, azok tudják, biztos már mindent megtettek ez ügyben. Viszont példamutatóval lehet megnyerni, viszont egyik házasságból se hagy. Ugye egy normál házasságból a kimenekedés az két dolog lehet, az egyik a halál, a másik pedig a házasságnak a megtörése. Viszont a felemás igánál hagy egy kiskaput az ige, azt mondja, hogy ha el akar menni a hitetlen fél, akkor mond neki, hogy bye bye, Sasha. Tehát elmehet, tehát felszabadítja. Ugye ha én csak úgy gondolnék egyet, hogy elmegyek a feleségemtől, persze megtehetném, csak mi, ha bibliaimmal akarok élni, akkor mi történik? Soha büdös életbe többet nem házasodhatnék össze. Soha. Soha. Mert nem dönthetek. Ilyen döntést nem hozhatok meg. Nem hozhatok meg. Ugye ez egy nagy kérdés, amikor ugye jönnek keresztények, hogy hát szeretnének szétmenni, szeretne elválni. És mondom, mi a motivum? Megcsalt? Ez első kérdésem. Megtörtik a... Nem. Hát csak már nem érzem jól magam vele. De mondom, hogy nincs ilyen opciót. Hát, de hát ő nem érzi. Mondom, akkor rendben. Értem. Mondom, nem jól mondom. Van ilyen opciót, elválhatsz, viszont utána magadra maradsz, mint a kis ujjad. Nincs tovább. Tehát nincs az, hogy majd ővel jó érezném magamat, meg közben kell a szex, meg kell ez. Nincs. Akkor te, mint a dombovári, kaposvári remete, maradsz magadba, öcsém, amíg élsz és boldogulsz. Nincs ebben választási lehetőséged, és nem beszélve arról, hogy még a feleségének is kellemetlenségeket okoz ezzel a döntésével. Tehát amikor azt mondta Jézus a törvénytudóknak, meg akik mentek oda hozzá, hogy kísértették őt, hogy hát Mózesnél is lehetett elválni, Jézus azt mondta, hogy nem az a baj, nem azért akartok ti elválni, mert megcsaltátok egymást, mert meghalt, hanem azért akartok elválni, mert egyszerűen csajozni akartok. Az a helyzet, hogy kinéztétek a szomszédasszonyt. Ez a helyzet. Viszont erre nincs lehetőségetek. Ez a gonosz szívetek miatt van. Nincs erre lehetőségetek. Nem tehetitek meg. Tehát ugye ezért ez egy nagy döntés, ugye, hogy nem érzem vele jól magam, stb. Hát sajnos ez a szövetséget Isten nagyon komolyan gondolja. Hát ezért a szövetségkötés előtt kell ezeket a dolgokat megtenni. Ugye a veszély az, hogy a sátán mindig azt akarja elhitetni, és ugye visszakanyarodok csak egy pillanatig, hogy az asszony miért van kiszolgáltatott helyzetben a gyülekezeti tanításban, mert a sátán mindig azt akarja elhitetni az asszonnyal, hogy Isten őt korlátozni akarja. És ez jelenti, hogy ha egy asszony egy gyülekezet fölé telepszik, akkor az ördög utána nem az a kérdés, hogy jól szolgál vagy rosszul. Lehet, hogy profitban hirdet igét, mint bárki a világon. Nem ezzel van a gond, értsétek meg. Csak azt utána ő egy nyitott felület marad arra az ördögnek, hogy el akarja hitetni. Figyelj, te jobb tudsz lenni, mint az Isten. Te jobb tudsz lenni, mint a férjed, a pásztor. Te jobb tudsz, egyszerűen értsétek, így kezdődött az egész bukás. Hogy ezt el tudta. Hát az ördög nem az Ádámhoz ment oda. Nem azért, mert az Ádám külön volt a Deátné vásznánál, testvére, ugyanúgy zabált a gyümölcsből. Semmi különbség. Az Ádám akkor lett volna különbség, azt mondja, hogy éj asszony, mit csináltál? Ne szó, én nekem ne add ide ezt. Pusztulj te a gyümölcsöddel, de én nekem ne. Semmi különbség nem volt, ugyanúgy kaját belőle, ugyanúgy megdumálta. Ezért szoktam mondani, hogy mondják az asszonyok, hogy nem bírnak a férjükkel, de hogy is nem bírsz. Okos legyél, gondolkodjál, egy asszony mindent meg tud csinálni a férjével. Csak jó módszert kell válaszolni. Tehát nem neki menni, mint süket a csendőnek, hanem meg kell találni azt a módszert. Mindenki, mindegyünknek megvan az a gyenge, amivel meg lehet fordítani a tengelyekkel. Higgyétek el, ez a tike, mi nem tudjuk úgy megfordítani, mint ahogy ti asszonyok meg tudjátok
tudjátok pördíteni. Ezért a házasságban igen, nagy szerepe van annak, hogy, hogy úgy szoktam mondani, hogy ha az ember feladja, az még csak egy fél veszteség. A nagy baj akkor van, ha az asszony is feladja. Mert az asszony feladja, és már nem dobja be a azokat, amik az ő kezében van, akkor vége van. Az ember ezt hamarabb feladja, az kész. Nincs szex, jó van, oké, kész, akkor elválunk, kész. Az embernek elég ennyi is. Az asszonynak ez még azért kevés ahhoz, hogy megüsse az inger küszöböt. Nálunk bőven elég, nem jó, háromszor a vacsora, kész, elválunk. Stb. 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 Férfiak között dolgozol, kész, elválunk, ennyi, kész. Ez nem lelkizik sokat rajta egy emberi elme, ezen egy férfi elme. A női elme az egészen más. Tehát majd figyeljétek meg, hogy a nagy baj, sokszor a férfiakat sokszor vissza lehet fordítani. Az asszonyokat nehezebb visszafordítani. Ha az asszonyban van válási szándék, azt nehezebb visszafordítani. A férfit még vissza lehet. Egy wellness hétvégével, még tudom én, három jó vacsorával, négy szóval, az asszony nehezebb visszafordítani. Nagyon nehezebb visszafordítani. De ez ezért van, ez miatt a szereposztás és a rend miatt van, nem más miatt van, tehát nincs ezzel semmi, semmi más. Ugye én nagyon sokat vagyok romák között, és sokan járnak hozzám ugye a romák is bűnvallásra, és nagyon megdöbbentő dolog az, hogy, hogy szóval látom azt, hogy, hogy a férfiak elkövetnek hibákat, megtérnek belőle, visszaállnak. Nagyon sok esetben, képzeljétek el, nagyon érdekes, de romáknál nagyon sokszor az asszony töri meg a házasságot, nem a férfi. És ennek is kerestem az okát, hogy miért van ez. Azért van, mert ugye a férfi kult, a cigány kultúrában a férfi nem társként, hanem egy beosztottként, egy rabszolgaként kezeli a feleségét. És ugye egy feleséget, akit rabszolgaként kezelnek mondjuk évtizedeken keresztül, azután oda megy egy zsivány férfi, azt mondja, hogy de csinos vagy, de szép vagy. Higgyétek el, 30, ki van éhezve rá évtizedek óta, 30 perc múlva az ágyában van. Nem azért, mert ő egy prostituált, hanem azért, mert egyszerűen tönkre van az úzva már a lelke és a személyisége. Én hozzám nagyon sok roma asszony jött oda az életemben, akik ugye, mivel megbíztak bennem, nálam tettek bűnvallást ezen a területen, és azért ezeket egy kötötte össze, és én, bocsánat, hogy ezt mondom, de én olyan szempontból, hogy házasságot több nem értem meg. De ha lelkileg, emberileg kell megközelítsem, akkor azt mondom, hogy testvérek, hát férfiak, ezt hagytátok magatok mögött. Szétzúztátok a személyiségét, akkor feküdtél le vele, amikor te akartál, akkor azt csináltál, amit akartál, ne várt. És az a helyzet, hogy ezekre a hölgyekre pedig, főleg ha még csinosak, szépek, jól tartják magukat, vannak ezek a kósza zsiványok, akik figyelik, akik törülnek neki, figyelik, hogy milyen állapotban vannak a házasságok, és rárepülnek ezekre a fiatal asszonykákra. Csak szeretném elmondani, ezt a Biblia is írja különben, csak jelzem. De most nem ez a témánk, mert ez egy más téma, de ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy megdöbbentő jelenség volt, és az a helyzet, hogy azt láttam, hogy a férfiak megbocsátottak. Többször megbocsátottak. Tehát tudom, már azzal a bélyeggel élve, de megbocsátott. Azt láttam, hogy az asszonyoknak nehezebb volt. Az asszony, hogyha eldönti, hogy vége, akkor akár vele él, akkor is vége. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a férfi Krisztusban legyen. Mert amíg a férfi Krisztusban van, addig megmarad ez az isteni rend. Tehát például, amikor egy házasság válságba kerül, akkor szerintem a férfinak teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy nincs igaza. A férfinek az elsődleges dolga, hogy Krisztusban legyen, mert különben ő a kulcs, hogy megmentse a családját. Testvérek, a gyerek ebben mindig áldozat, nem véletlenül Jézus mondja, hogy okosan bánjatok velük, mert a gyerek az mindig a sor végén van. Az mindig az áldozat. Az mindig az áldozat ebben az egész történetben. Egy válásnál egy gyerek áldozat. Sajnos. És mindegy, hogy kinek volt igaza. Én megértem mind a két felet, higgyétek el, én ebben nagyon szabadon próbálok gondolkodni. De akkor is áldozat marad. Akár a legjobb jó szándék, ha nem az anya volt a hibás, és ő marad egyedül, ha minden megtesz a gyerekért, próbálja apát pótolni, akkor is áldozat marad. Nem tud, egyszerűen nem lehet. Na, nem lehet 100%-ot csinálni utána. Ha mindent megtettél, oda szántad az életedet, feláldoztad mindenedet, nem tudsz megtenni, nem tudod azt helyreállítani, mert egyszerűen ez az isteni rend, és nem lehet ezt csak úgy felborítani és felforgatni. Jó, ezért nagyon fontos ez az ige, hogy a férfinak és a nőnek az értéke az Úr előtt ugyanannyi.
ugyanannyi nem ezt jelenti. Jó, ezt azért beszéltem róla ennyit, mert itt bukik meg mindig a bibliai családmodell, hogy a keresztény azt mondja, hogy na jó, ebből elegem volt, pompa, ez a hülye lesz az én fejem. Nem áll, hát ez egy papucs, egy pancser, hát ez nem tud eltartani benni. Ha nem lennék mellette, már fölkopott volna az állam. És én ezt értem, hogy igaza van ebben a hölgynek, mert valószínű, hogy igaza van, ha nem mondaná máskülönben. De akkor sem lehet, mert egyszerűen ez a rend. Sok esetben még egy ilyen fél papucsot is érdemes visszatolni a helyére. Mert akkor marad meg a védelem. Így van, mert akkor marad meg ez a védőerdő. És ezt azok a hölgyek, akik ezt jó, így csinálják, higgyétek el, jól teszik. Tehát a veszély az, hogy a sátán ezt akarja elhitetni az asszonnyal, és ezért mondja Pál, erre vezeti vissza. Ugye sokszor nincs erre idő, hogy egy ilyen kijelentésre így visszamenjünk a gyökerekig, de most visszaértünk, hogy miért? Azért, mert a szereposztást az Isten nem változtatja meg, és értsétek meg, hogyha egy asszony egy tanításban, egy gyülekezetben kap egy olyan tekintélyt, nem az a baj, hogy jól vagy rosszul hirdet igét. Áldás lehet venni az ige hirdetéséből. Félre ne értsetek, én nem az ige hirdetést kritizálom ilyenkor, hanem a szereposztás felborulásával nagyobb károkat lehet okozni, mint hasznot. És én megmondom őszintén, hogy figyelem én is a pásztortársaim életét, és bizony el kell mondjam, hogy ahol fölborult ez a szerep, és az asszony átvette a szolgálatot az embertől, és az ember meg átvette az asszonytól a szolgálatot, ott testvérek, azok a gyülekezetek nagyjából halálra vannak ítélve. Így ez az én egyszerű, őszinte véleményem ebben. És nagyon sok gyülekezetnek pontosan ez okozta a vesztét, hogy a háttérből már rég a pásztorné irányított, és nem a pásztor. Ez sajnos, ez egy törvényszerűség. És bocsánat, lehet, hogy a pásztorné azért kezd el a háttérből, amúgy különben a Bibliában ilyen fogalom, hogy pásztorné nincsen. Csak úgy szeretném rendbe tenni, jó? Tehát ezt csak mi adtuk már erre. Tehát a feleségem az nem pásztorné, az a Rostály Zoltánné. Pásztor én vagyok, mert az Isten így akart, de ő nem pásztorné attól, hogy én pásztor vagyok. Ugye sokszor, mikor mondják, hogy hát a pásztorné miért nem hirdet ígéret? Azért, mert ő nem nincs ilyen fogalom, hogy pásztorné. Nincs ilyen. Ezzel szeretnek élni. Sok pásztorfeleség szeret vele élni, hogy... Amúgy szeretném elmondani, hogy a pásztornéknek, és ez nem lebecsülés, a pásztornéknek a pásztor miatt van a tekintélyük. Tehát nem azért mennek oda bizalommal ahhoz a nőhöz, mert azért, mert a feleség, és bíznak a pásztorba, hogy rendbe tartja a családot. És ez nagyon sokszor, ha ezzel visszaélnek, akkor a vesztüket okozza. Jó? Tehát amikor azt mondja az 1 Mózes 3.16-ban, hogy a férfi pedig uralkodik rajtad, ugye mindig látom ezeket az igéket, ki is írtam ide magamnak, hogy a hölgyek, keresztényeket ki szokták emelni. Tehát itt nem azt jelenti az uralkodás, hogy megöl, agyonver, lever, stb. Még a világ is bünteti a családon belül erőszakot, testvérek, nem hogy az egyház. Tehát ez a mondat, ez pontosan a bűnbeesés utáni állapotot mutatja, hogy Isten az embert uralkodásra a természet fölött bízta meg. És az emancipáció ideológiájában az a baj, hogy a sátán csalása jelent meg újra. Tehát nem az volt a baj, hogy a nő most egyenjogú vagy nem egyenjogú, 6000 éve a teremtés óta egyenjogú a nő a férfival. Ezt nem emberi törvények határozták meg, testvérek, ezt Isten vezette be és deklarálta. Az emancipáció az pontosan azt mondta, hogy úgy értette az egyenjogúságot, hogy bármikor szerepet cserélhet vele. De nem kell szerepet cserélnie, mert ugyanolyan jogokkal rendelkezik. A szerepcseréből egy baj lesz, hogy ez a fajta védőernyő, ez nem tud lejönni. És testvérek, azért az nincs rendjén, én látom, főleg azokban a családokban fölborul ez a szereposztás, és mindegy, hogy hogy borul föl, nem az asszonyokat akarom mindig vádolni, hogy belépnek a férfi helyére. Az is baj, ha a gyerek belép az asszony helyére. Hogy a férj lemegy a gyerek helyére. Mert ilyet is ma már látunk, hogy a legnagyobb gyerek a családban az ember. Annak ugyanúgy megcsinálják az uzsonáját, ugyanúgy kikészítik a ruháját, ugyanúgy megmondják neki, hogy mit kell főhúzzon. Tehát nagyon szép ez. Én úgy elnézegettem ezt, mikor láttam, hogy ez tök jó. Hát de ember! És utána nem tudja, hogy hol az alsógatyája. Ha véletlenül az asszony elmegy szülni, akkor nem tud fölöltről, mesztelenül megy el otthonról. Vagy fölhúzza az asszony tangáját. Mert egyszerűen nem tudja, hogy hol vannak a dolgai. Tehát értsétek, ez nem normális. Vagy ha elmenne az asszony, akkor én most úgy mozognék a konyhába, hogy te jó szagú ég. Hát tehogy is, hát ha elmegy, akkor főzök,
kiviszem a szemetet, elindítom a mosógépet, fölporszívózok, ez egy teljesen magától értetődő dolog. Nem úgy, hogy közben a feleségem a tévét nézi, nem. Ha ő neki más elfoglaltság, én adódnak. Ez a semmi, az ég adta vélem. Nem ettől leszek én papucs, vagy fél papucs, hogy most elmosogatok, vagy izé. Tehát ez nekem normális, hogy tudom, és ha olyan helyzetbe kerülök, hogy otthon kell maradjak egyedül a gyerekek, akkor nem mosogatunk addig, amíg nem jön meg. Vagy nem főzünk, vagy nem eszünk addig, vagy nem takarítunk ki addig. Tudom, hogy ez a trendi, és akkor megjön az asszony 2-3 napos jó szagú ég, mi történt? De ez nem normális. Ez nem normális. Jó, tehát ez az elejétől kezdve így van, ahogy ezt itt az ige mondja, szia. Én azt látom, hogy ugye nagyon, de kiírtam magamnak a házasság, az körülbelül a cipzárhoz vagy az ollóhoz hasonlítható. Tehát ugye a cipzárnak, ha csak az egyik fele működik, akkor a világ legdrágább Louis Vuitton, Giorgio Armani kardigánod is lehet, érted? A világ lehet 4 millió forint a hülye kardigán. Akkor is ez csak akkor, ez a kardigán, ez egy pár száz forintos kardigán, de azért kardigán, hogy beton húzna cipzán. És működik. De ha ez így középen így szétválna, akkor lehetne ez 4 milliós kardigán. Ugyanúgy az ollód is. Amikor eltűnik az egyik fele, akkor nem azt mondod, hogy de jó, nem baj, megmaradt a másik fele. Hát ez a mit vágsz el? Maximum megölsz vele valakit, arra még jó. De elvágni már nem tudsz semmit. És ezért nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Jó, és ez egy ilyen harmonikus kapcsolat. Tudjátok, és a férfinek egy nagy felelőssége van, mert az a férfi, aki a bibliai családban nem foglalja el, mert valamikor nem az asszony a hibás, hogy most felmentsem már a nőket, de nem is akartam én, remélem érzitek a szavaimból, hogy én az igét hirdetem, de az a férfi, aki a családban nem akarja elfoglalni, nem az asszony elveszi előle, nem akarja elfoglalni az Istentől neki kijelent helyet, ugye, vagy diktátorrá válik, mert az sem működik, mert a diktátor az nem csak a felesége fölé emeli magát, hanem az Isten fölé is. Sőt, az Istennel egyenrangúvá. Nem véletlenül mondja, hogy Krisztus a feje. Krisztus. Tehát ugye a diktátorok ezért buknak meg, mert azt hiszik, hogy ők az Istennel egyenrangúak. A Bábel, amiről szombaton tanítottam, majd folytatok, miért zavart őket Isten? Mert azt hitték, hogy ha a tornyot építenek, akkor ők az Istennel egyenrangúak lesznek. És az Isten lejött, és azt mondta, hogy na fiúk, én majd elmagyarázom én nektek, hogy kivel lesz ti egyenrangú. És el is magyarázta nekik. Azt mentek északra, délre, keletre, nyugatra, onnantól kezdve népesült be a föld. És ugye azt az emberek úgy élték meg, hogy egy átok közben tudjátok, mit csinált az Isten? Az Isten, mikor büntet, akkor is úgy büntet, hogy visszahelyez arra az útra, amelyikről letértél. Mert mit kellett, mit parancsolt az Isten? A Noé-éknak? Menjetek el, szaporodjatok és sokasodjatok, és népesítsétek be a földet. Ezek mit csináltak? Bebutoroztak egy városba. Aztán, hogy itt fog meghalni Bábelbe. Amikor az Isten szétszórta őket, akkor semmi más nem történt, csak betöltötte azt, amit ő megmondott. Fiúk, az a helyzet, hogy visszaraklak benneteket az útra. Na ez a pályátok. Ne tornyozzatok, meg okoskodjatok, ti menjetek el, és népesítsetek be a földet. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jó, tehát a férfi, aki a családban nem foglalja el a helyét, az nem az a baj, hogy most diktátorrá válik, az is baj, vagy papucshőssé, most mindegy, hogy fogalmazunk, mert mind a kettő rossz, hanem az a probléma, hogy nem felel meg az isteni rendnek. Tehát valamikor én látom, hogy ma például a férfiak azért nem házasodnak, nem azért, mert nincsen a családra igényük, nem azért, mert jó dolog, hanem azért, mert egyszerűen ez egy olyan szerep, amit egyszerűen be kell tölteni, amikor egy házasság történik, akkor ott nem az a nagy dolog, hogy majd el kell tartanom egy asszonyt, vagy egy gyereket, vagy dolgoznom kell. Ezek nem nagy dolgok. Ezeket egy szorgalmas ember meg tudja csinálni. A nagy dolog az, hogy be tudod-e tölteni azt a szerepet, amire az Isten rendelt egy férfit. Ez a nehéz dolog, és ettől riadnak ma meg az emberek. Nagyon-nagyon ettől riadnak meg az emberek. Higgyétek el, nem az asszonyok. Az asszonyok, a nők tudjátok miért riadnak meg? Azért, mert kevés olyan ember találnak, aki betölti ezt a szerepet. Bizony. Úgyhogy a férfi nem tolhatja le ezt, tehát amikor azt mondja a férfi, hát az asszony átvette otthon a kesztyűt. Hát pajtás! Hát, ez a te felelősséged. Hogy miért engedted? Hát de nem tudok más csinálni, mert fölborul a családi béke. Ne hidd el ezt! A családi béke azzal borult fel, hogy fölborult a szereposztás. Ha te visszaveszed ezt, akkor lehet, hogy lesz egy pár terror éjszakája, de visszaáll a rend. És majd a rend tud mindent helyre tenni. Testvérek, ugye a férfiak sokszor úgy takarítanak, hogy van egy kupac kaka, és akkor letakarják újságpapírral. Tehát attól még nem lett rend, mert annak a szaga lesz egy idő után.
A rend mitől lesz, hogy föltakarítom, fölsikálom, kifertőtlenítem, ettől lesz rend. Tehát amikor úgy akarunk rendet rakni, hogy letakarjuk, az nem működik. És egyrészt ugye, amikor a férfi nem akarja megtalálni a helyét, vagy nem áll be a helyére, ez nem csak az Isten elleni lázadás, szeretném elmondani, hanem ez az asszony elleni lázadás is, és a gyerekei elleni lázadás is. Nem csak az Isten elleni lázadás, hanem ez az asszony elleni lázadás is. Elkövetett bűn. Mikor azt mondja, hogy nincs fizikailag ereje, hát testvérek, ezért ugrálgatnak ki sokszor a házasságokból, nincs fizikailag erőm tovább, mert nincs ilyen, hogy nincs fizikailag. Ez egy lázadásba megy bele az ember. Nagyon jó magunkat sajnálni, hogy miért, meg megmagyarázni, miért, de ez egy lázadás. Nem csak az Isten ellen. Testvérek, amikor az Isten ellen olyan nincs, hogy csak az Isten ellen lázadunk. Az mindig érint embereket is. És például, amikor egy ember az Isten ellen, amikor én azt mondom, amikor egy férfi azt mondja, hogy nekem már nincs erőm az Istent keresni, és engem már nem érdekel az Isten, akkor nem csak az Isten ellen lázad, mert az Isten nem vág magán ezért eret, hanem a legnagyobb lázadás az épp a családja ellen van. A feleség, a gyerekei ellen van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a ma sajnos ez a fajta jelenség egy korjelenség. És nagyon sok férfi például nagy hibát követel, nem találja meg a helyét, nagyon sok férfi például anyapótlékot keres a nőben. Ez is ma egy korjelenség, hogy anyapótlékot, aki táplálja, kielégíti, ölelgeti, biztonságot ad neki. Nem szabad ezt. Nem szabad. Ez meg kell változtatni ezt a szerepet, mert nem ez az isteni, nem ez az isteni szerep, hanem az Isten azt mondja, hogy elhagyja. Hát amikor én azt mondom majd a 20 éves gyerekeimnek, hogy nagyon szeretünk benneteket, mindig is a gyerekeink vagytok, de nagyon jól, de már most már lehet tiplizni. Így itthonról, mert egyrészt többet leszek majd anyátokkal, ami nagyon fontos, a ti jövőtök szempontjából is, másrészt pedig hát ez egy fontos döntés az önállósággá váláshoz. Jó, és akkor még egy dolgot engedjetek meg, nem lesz időm már az a házastársi egység, hogy mi boríthatja fel ezt az egységet, ezt majd befejezem. Ha ráértek, gyertek, jövő héten is tartok, jó? Tehát minden most nem két hetente lesz, hanem hetente, mert akkor a tananyag, hogy nem végzek akkor vele karácsonyig, és azért szeretnék még más témát is. De ugye a házastárs a bibliai családnál beszéltük, az olyan, mint egy utazás, és nem egy ilyen alkalmi utazás, hanem egy életre szóló utazás. És ezért nagyon fontos, hogy a családban fel kell készülni az akadályokra. Tudjátok, amikor van az a dolog, hogy jegyesség. És sokszor nehéz megértetni ezt ma az embernek a gyerekeivel, a fiatalokkal, hogy a jegyesség az nem arról szól, hogy megbírom-e állni a szexet, vagy nem. Nem egy ilyen lila ködös romantikáról szólom. A jegyesség az pontosan arról szól, hogy a jegyességben arra lehet felkészülni, hogy a házasságnak nem csak romantikus időszakai lesznek, hanem a házasságnak, jó, ha tudjuk, hogy lesznek olyan időszakai is, amik igazándiból döcögösek lesznek. És a jegyességben ugye az a jó jegyesség, ahol az emberek szembesülnek azzal, mert ugye általában azt szokták mondani, hogy a jegyesség, hogy olyan aranyosak, olyan szépek, olyan hasonlóak egymás mellett. Épp a jegyességnek pont az lenne a lényege, hogy a jegyességben kiderüljön az, hogy a mi hátterünk mennyire különbözik. A jegyességben azt kell kideríteni, hogy ugye mennyire különböznek a szokásaim, mert ha az a házasságban derül ki, hogy mondjuk én úgy szeretek tévét nézni, hogy fölrakom az asztalra a lábomat, és nem vetem le az oknimat, és gumicsizmában voltam egész nap, most nem akarom fokozni a drámát, jó, de elég dráma is tud lenni némelyik férfi, nekem ezzel hála Istennek nincs gondom, de lehetne is éppen. Az asszony pedig úgy szocializálódott, hogy fején állva és háttal néznek tévét, akkor az a baj, hogy ezek a dolgok, ezek olyan különbözőségek, amikre ha nincs felkészülve az indulás előtt, akkor ezek gyakorlatilag évek alatt nőre tudják tenni a házasságot. A második házasságoknak, ugye ha történik egy válás, és a második házasságunk a tragédiájuk, ott már nem az, hogy szerelem milyennek van, meg milyen erős, meg stb. Hát ott már nem 20 évesek, 15 évesek az emberek, hanem a második házasságunk a tragédiáját azt szokta okozni, hogy ezek a különbözőségek nincsenek felmérve rendesen. És egyszerűen, hát ugye a felemás igránál például a legnagyobb különbözőség, hogy az egyik jobbra akar menni, a másik balra.
Az a feloldhatatlan különbözőség. Ahhoz egy nem is véletlenül mondja a fele másfél, tehát a hívő félnek a fele másikában, hogy ezt tolerálni, elviselni, csak például mutató magatartással lehet. Ezt nem lehet elviselni érzelmekkel, okoskodással, egyszerűen úgy, hogy béketűréssel, hálaadással, hosszú tűréssel lehet, csak nincs rá más recept, hogy majd holnap jobb lesz. Mert lehet, hogy úgy élik le az egész életüket, hogy punktum, kész. De nagyon fontos, hogy a jegyesség vagy a kapcsolatteremtés az pontosan arra van, hogy ezeket a különbözőségeket fel lehessen mérni, mert egy családi egységnek, egy bibliai családnak nagy akadályai a különbözőségek. Tehát ugye egészen más a viselkedés kultúránk, a kommunikációnk. Tehát van olyan, amikor egy családban az egyik kiabálós, a másik meg ilyen csemmes lehet hallani. Mesélhetett. De vannak olyan testvérnők, akik olyan halkak, hogy gondolkodtam is, hogyha illenék a férje, hát nem is tudom, az én habitusommal ez meg, hogy te jó ég van, mi a túrót csinálnánk mi egymással? Én soha nem hallanám őt, ő meg mindig azt mondja, hogy én ideges vagyok. Mert ugye az ilyen határozottan beszélő férfiakról úgy azt gondolják, hogy ez teljesen gyagyás. Tehát ez, vagy ha múltkor is mondanak, hogy miért kiabálok. Mondom, én nem kiabálok, ez a normál. Mondom, meg tudom mutatni, hogy milyen az, amikor kiabálok, de mondom, akkor te meghalsz, ha erre azt gondolod, hogy én kiabálok. És ugye ezek azok a különbözőségek, amik értsétek meg, ugye, hogyha egy asszony a jegyességben nem ismerte meg azt, hogy a férfinek van egy ilyen habitusa, akkor ugye az első ilyen konfliktus helyzetnél, amikor az fölemeli a hangját, akkor gyakorlatilag olyan depresszióba esik a nő, hogy azt mondja, hogy jó szagú ég, kihez mentem én hozzá? És ezek azok, tehát a jegyesség, az akadályok azok azért vannak, mert ugye nincsenek erre. A jegyességet mindennel eltöltik, ezt tervezgetnek, azt tervezgetnek, csak éppen ugye mindenki próbál úgy viselkedni, hogy ne derüljenek ki ezek a különbözőségek, pont az ellenkezője kéne, hogy kiderüljön, mert testvérek, ha a jegyességben azt mondjuk, hogy figyelj, olyan szinten különbözünk egymástól, hogy szerintem ne kössük össze az életünket, mert ebből tudja, hogy harakiri lesz. Hát ez 100. Ez egy 0. Testvérek, megbélyegzik ezeket az embereket, de ez a jegyességben egy tök normális dolog. Ez a házasságban nem normális dolog, amikor 5 év után jövök rajta, jó szagú ég, hát ez tűz és víz. Ez a feladata a jegyességnek. Ugye a másik, ami akadálya egy bibliai család létrejöttének, amikor ilyen felszínes dolgok vezetnek a család alapításhoz, például, hogy érzelmek. Most bocsánat, az érzelmek nem felszínes dolgok, de ha csak érzelem vezet, tehát csak az, hogy azt a nőt én annyira szeretem, hogy majd megeszem, és nem tudom elképzelni mással az életemet, ez szép ez az érzés, csak szeretném elmondani, hogy lesznek időszakok, amikor ezt nem fogod érezni. Ez sajnos ilyen. És ez oda-vissza van ez. Tehát akkor van, amikor ugye a bibliai család modellnek a létrejöttét tönkreteszi azt, hogy családi nyomás hatására jön. Azt mondja, vedd már el. Együtt vagytok, ma vedd már el. Vagy menj már, hogy őt néztük ki neked. Hát például ugye, és ez keresztényeknél nagyon veszélyesen. Én hallottam olyat, hogy az apu karizmatikus, így gyülekezett a tagjairól beszélek, hogy ne menjünk messze magunk házatáján söprögessünk, hogy az apuka nem engedte a lányát férhez menni, mert rangon aluli volt, és addig vártak, amíg nem találtak egy olyat, hogy keresték, hogy kihez mehet hozzá, és ugye általában ugye egy pásztor, mert ugye ilyen is, hogy pásztor gyerek, de szeretném, hogy ilyen sincs a Bibliában ilyen fogalom, hogy pásztor gyerek. A pásztornak a gyereke az semmivel nem különbözik a másik embernek a gyerekétől. Tehát még egyszer mondom, pásztor feleség, pásztor asszony, de pásztor gyerek ilyenek nincsenek. Tehát ezt ne keverjétek, attól nem különb az én gyerekem, mert én pásztor vagyok. Nem attól lesz külön az én gyerekem, hogy én pásztor vagyok, hanem majd ő a maga viselete, a hozzáállása, az Istenvel kapcsolata teszi őt különbé, és akkor külön lehet akár nálam is. És az lenne az igazi, hogyha külön lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy normális szülőnek a legnagyobb célja az, hogy a gyereke külön legyen mind ő. Teljesen mindegy, külön. Tehát nem is értem, amikor a szülők irigyek a gyerekeikre, sajnálják a sikereket, ének, hát elmebetegség. Hát a legnagyobb dolog, hogyha a gyerekem, ha én a világ mindenét megnyertem, a gyerekem még egy fokkal nyerjen többet. Tehát az én munkámnak a legnagyobb eredménye az, hogyha különbé válik a gyerek. Ugye ki nem tudja azt mondani, hogy külön legyen a gyereke, ki félti ezt, aki azt hiszi, hogy ő tökéletes. Önző emberek nem tudják. Ezért az önző emberek nem is nagyon tudnak gyereket vállalni. Mert a gyereknél feladod magadat, a gyereknél beleadod, a gyereknél az egyetemet végzett asszony is
bocsánat a szóhasználat, de szar pucol ki a gyerek alól. Ott nincs az, hogy ő körmeim, meg ott bizony, te ugyanúgy kiveszed a kukszit alóla, és ugye ugyanúgy le kell mennie. Ezért ugye sok hölgy miért nem vállal a gyereket? A karrier. Mert azt mondja, hogy ő azért nem azért tanult 30 évet, hogy most egy szaros pelenkába turkáljon. De ez egy egészen más gond, ez nem bibliai gondolkodás. És ezért ugye a családi nyomás is nagyon veszélyes, és sokszor azt hiszik, hogy ez csak a középkorban, meg az uradalmaknál volt. Nem, én ezt ma a 21. században saját szememmel láttam, és tudjátok, mi történt? Hozzá akarták adni a lányt, mindenféle pásztoroknak a fiú, a fiaihoz, és erre a lány megfogta, azt hozzáment az első, legegyszerűbb emberhez. És ott voltunk a lakodalmon, és úgy telt el a lakodalom, hogy igazán nem volt senki boldog. Mert a szülők úgy voltak fel, hogy nem ezt szánták neki. Testvérek, ez kikerül egy idő után a te kezedből, hogy kit szántál neki, meg kit gondoltál, meg rangban aluli, fölüli, ilyenek nincsenek. Tehát nem vagyunk mi királyi család ilyen szempontból, hogy ebben döntést tudunk hozni, de ez is például. Ugye nagyon rossz motivum, és nem jön össze, nem jön létre majd egy bibliai család, hogyha szexuális vonzalom alapján történik a családalapítás. Tehát az kevés a szexuális vonzalom. És még egy baj van, ezt ma látom, hogy azért nem jönnek létre a következő generációkban bibliai családmodellek, mert a családalapítást a szülőktől való menekülés motiválta. Ez sem egészséges, hogy én azért veszek el gyorsan valakit, hogy legalizáljam, hogy hogyan költözök el otthonról, amúgy el lehet költözni anélkül is otthonról egy felnőtt embernek, hogy nem megy férhez, vagy nem nősül meg. Úgyhogy nagyon-nagyon, majd innen fogom folytatni, de nagyon-nagyon a bibliai család létrejöttéhez nem véletlenül már jegyességben is nagyon, tehát a keresztény fiatalokat meg kéne tanítani ma újra, hogy a jegyesség miről szól. A jegyesség az pontosan erről szól, hogy igen, az a legjobb, ha a jegyességben van a legtöbb vita. Én azt szeretném látni, hogy a jegyességben legyen a legtöbb veszekedés, a legtöbb konfliktus, a legtöbb ütközés ott legyen, hogy felmérve azt, hogy kivel fogom én összekötni az életemet, tudjak még dönteni, hogy nem. Én azt se tartom egészségesnek, hogyha egy ember 15-ször bont fel egy jegyességet, mert ott is azért valami gigszer van. De az, hogy egy ember ütköznek a jegyességben, és erre mindig azt látom, hogy a jegyességben turmékolnak, boldogság van, annyira harmónia van. Ha persze, este mindenki elmegy haza, hát semmi gond nincsen. De pontosan ez kéne kijöjjön, és ugye erre szolgálna a jegyesség. És ugye mondom, a másik, amit látok, és keresztényeknél látom, hogy az utódaikban azért nem tud, utána siránkoznak, hogy hát nem erre tanította, és mégsem bibliai családban élne. Hát pontosan ezért, mert családi nyomásra, menekülés a szülőktől, hát figyeljetek, egy olyan családban, ahol mondjuk a pásztor apa az egész életében semmi más nem csinált, a gyerekek azt látták, hogy nem foglalkozik az anyjával, a feleségével, nem foglalkozik a gyerekeivel, mindig csak szolgál, az alig várja, hogy elmeneküljön otthonról. Alig várja, és utána semmi olyan kedve nincsen, hogy újra rájön, mert látott egy negatív példát. Ezt mi jó példának tüntetjük föl, de ugye Pál apostol azt mondja, hogy aki megházasodott, az első körben a családjáról is elmondott. Nem véletlenül mondja ezt az ige, hogy mint mond Pál, azt mondja Pál, hogy egy gyülekezetben a gyülekezet tagjainak a jól felfogott érdeke, hogy az, aki vezeti őket, akinek meghallgatják a tanításait, annak nézzék meg, hogy képes-e vezetni a saját családját. Mert ha a saját családját nem képes vezetni, akkor miből gondolják, hogy majd vadidegeneket, meg embereket, akiknek az életét csak egy héten, két, három, öt, tíz órára köti össze, miből gondolják, hogy tudja vezetni? Hát testvérek, ez, akik régebb óta az Úrban vannak, nem egy, nem két ilyen példát éltünk meg, hogy hagytuk meg a családok, a pásztor család elleplezte a problémát, és egyszer az Isten így megfogta, így lerántotta róla a leplet, és kiderült, hogy te jó szagú ég, mi van ez mögött? Az sem igaz, amikor azt játsszuk el, hogy minden rendben van, és turbékolunk, és dehogy is, nem igaz. Még ez nem így működik. De nagyon fontos, hogy akik ilyen pozícióba kerülnek, azoknál nem véletlenül Pál apostol erre hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy ha látod, hogy a gyerekeit, a feleségét karban tudja, elsősorban a feleségét, a gyerekeit karban tudja tartani, akkor nyugodtan figyelj rá, mert akkor ez az ember, mert ez már valamit tud. De amikor látod, hogy a gyerekei szalaszét vannak, a felesége azt csinál, amit akar, önjáró,
mert ő pásztorné, akkor nagy a baj. Tehát akkor nem örülni kell, hogy de jó, mindenki a helyén. A gyerekei felfúvalkodottak, járkálnak, mint a hülye gyerek a gyülekezetbe, és mindenki uralkodnak, mert ők a pásztor gyerekei, és úgysem mernek is senkit mondani. Ez nem jó jel. Hát ott rendet kell ebbe tenni. És ezért ugye a családban is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre már a jegyességbe lehet rájönni. Ezért ugye nem véletlenül, hogy a legnagyobb csapdája az ördögnek, hogy mai fiatalok is, hát én az én lányaimnak is mindig mondom, hogy én értem, mert hála Istennek csinos, szép lányaim vannak, és tényleg, ha én most lennék fiatal, nekem is tetszenének. Most nem azért van a lányom, hanem csak férfi szemmel is, de más is van így, sokan vagyunk így, hogy nagyon szép gyerekeik vannak, csinosak. De egyszerűen mondtam az én lányomnak, és az a baj, hogyha ez belemegy a fejükbe, és elhiszik magukról, hogy ők csinosak, akkor az a baj, hogy próbálnak az alapján választani majd, hogy valami Alain Delont kell majd őnekik választaniuk. És ha egy kicsit szemüveges, egy kicsit nem olyan sportos, egy kicsit esetleg akkor már úgy érzik, hogy valami baj van. Miért? Ez nem így működik, mert lehet, hogy éppen pont azok a dolgok, amik lehet, hogy nem fog vele elmenni futni 30 kilométert, de hogy soha az életben nem fogja megcsalni, az is biztos. Most ha kettő között lehet választani, akkor én a másodikat választanám. És ezért ugye nagyon fontos, hogy ennek a jegyességben ki kell jönniük. Nagyon sokan a jegyességet úgy elutasítják, akár fiúk, akár lányok, hogy ránéznek és azt mondják, hogy de most semmit, hogy ugye ingem lesöpört a feleségem az asztalról, de utána, amikor már megtért belőle, és észrevette, hogy ezért vannak ebben értékek, akkor, de ugye ez egy pont a mi példánk, és én nem, ezt nem szemrányásképpen mondom, csak pont el tudok beszélni egy ilyen dologról, mert ezt megéltem. Általában az ember arról jobban tud beszélni, amit megélt, mint amit hallott. És ugye ez pontosan az volt, hogy a feleségemnek abba az időszakban, a 90-es évek elején és a lányoknak meg volt a maguk elképzelése. Ott nem feltétlenül ilyen kigyúrt hülye gyerekekre vágytak, de például a mi gyülekezetünkben az egy alapvető volt, hogy jó lenne, ha szolgálna igével, mert tehát az ige hirdetők azok nem, azok hősök voltak. Azok, ha olyan rondák voltak, mint a Quasimodo, akkor is hősök voltak. Egyszerűen olyan tekintélyt kap, hogy hősök voltak. Tehát ez nem volt. Nem, aki egy jó pászornak a barátja volt, az is hős volt. De aki egy egyszerű kis székpakoló gyerek volt, az nem vált mindjárt hőssé. Ez egy érdekes, tehát ott is megvoltak, tehát értsétek meg, hogy megy ez a kategorizálás, és ma megint azt látom, hogy a szép gyerekek szép fiúkhoz akarnak hozzámenni, a szép fiúk, szép asszonyok. Kinek mi a szépség különben? Csak ez egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy ma olyan, mint egy topmodell, de azért én majd megnézem 3-4 gyerek után, hogy azért az akár, de ha nem is kell 3-4 gyerek után megnézni, 30 év múlva hadd pillantsunk egy szempillantást rá. Testvérek, akik 70 éves korukban is próbálják ugyanazt, szoktam nézni ezt, nem bántani akarom, mert aranyos asszony ezt a medveckilomot. De azért azt testvérek, hogy 70-80 évesen is azt a formáját akarja hozni, mint amit 30 évesen hozott, és gyakorlatilag levetkőzik mesztelenre, és tényleg olyan a bőre már, mint egy kígyó, amikor leveti a bundáját. Tehát tényleg már, én elhiszem, hogy nem egy spárgába, de az embernek összeugrik a gyomra, hogy nehogy ketté repedjen. Hát azért hát biztos, hogy láttátok már, tehát hogy próbálja felvenni a versenyt, de ez nem fog menni, vagy azok a hősök, akik ugye, hogy fiatal ne legyenek ráncok, úgy beinekciózzák az arcukat, hogy gyakorlatilag már nem ismersz rá az emberre. Tehát értsetek meg, hogy ez a szépség az Isten szempontjából nem ez. Nem ez. Nem ez a szépség. A szépség az pontosan a jegyességbe derül ki, hogyha például lehet, hogy nem egyezik a véleményünk. De mondjuk én a jegyességben azt veszem észre, hogy az én jegyesem azt tudja mondani, hogy figyelj, neked van igazad. És akkor én 2 hét múlva rájövök. Tudjátok, hányszor volt olyan, hogy én valamit állítottam otthon? És feleségem meg olyan szeliden mondta, hogy nem így van. És akkor hát... Mi? És akkor olyan szeliden mosolygott rám, azt sem mondta, hogy hülye vagyok, pedig tök igaza lett volna, azt mondja, elhallgatott. És akkor, mikor rájövök arra, hogy jó ég, akkor tudjátok, mire jök rá? Te jó ég, ez az asszony, ez azért, hogy megőrizze
a velem való szeretetet, szerelmet, jó kapcsolatot. Egyszerűen rám hagyta a tök nagy baromságomat, és nem állt levelem, pedig minden oka meg lett volna arra, hogy rájön velem vitatkozni. Na ezek derülnek ki. De az nem égyesség, hogy ugye így van, drágám, így van a nagy szívem, úgy, de szeretlek, úgy, ez gyönyörű, szép, de értsétek meg, amit múltkor tanított, elfogy ez, hát ez nem fog menni, hát ez nem marad végig. És pontosan a jegyességbe derül ez ki, és ezért kell megtanítani erre a mai fiatalokat, hogy ez innen indul, hogy ne az alapján válaszol, hogy jaj, mindenben egyet értenek, minden rendben van, minden. Ugye nekem is lányaim vannak, és azért vannak felbukkannak udvarlók, és sokszor ugye végigélem ezt velük, és látom, amikor úgy próbálnak ismerkedni, és amikor látom, hogy boldog, mert annyira, hogy olyan hasonlóak, és olyan, és akkor úgy néha úgy megkezdem, hogy egy jó veszekedés, vagy valami, vagy hát nincs, mert annyira, ó, apa, nincs, csak úgy fáj a szívem, hogy Istenem, mondom, ez lehet, hogy nem lesz egy hosszú életű. Tehát, hogy pontosan az, mert értsétek meg, a jegyességben dől el a bibliai családmodell. A jegyességben ki kell ezt próbálni. Értek, sokszor ezen én értettem azért is, hogy a régi keresztény felekezetekben, amikor mondták, hogy 1-2-3 év jegyesség, én értettem, hogy mit akartak ők ezzel. Pontosan ezt akarták, hogy az összes konfliktus jöjjön ki, mert a jegyességben még felelősség nélkül elválhatnak egymástól. Csak ugye ezzel meg még egy dologgal nem számoltak, hogy egy 20 éves, 18 éves embernek azt mondta, hogy 3 év jegyesség, az azt jelenti, hogy hetente el fog esni parázasságban. Mert ugye ott a vágyak égnek, tehát itt valahol az egyensúlyt meg kell ebben találni, illetve ez nem törvény, mert lehet, hogy 5 hónap alatt is, vagy 4 hónap alatt is kijön az, aminek ki kell jönnie. Tehát nem biztos, hogy 3 év kell hozzá, mert lehet, hogy 3 év, amikor már megengedik nekik, hogy összeházasodjon, meg azt mondják, hogy most már minek? Minek? Már mindent megcsináltunk, amiről ti nem is tudtok. És ugye mindenki boldog, hogy jaj, milyen szentek voltak. Tessének, én bűnvallást hallgató pásztor vagyok, és nem is tisztem ez, de hogy a statisztikát hagyd mondjak ezzel kapcsolatban. Nagyrészt azért a szülők a 30%-át se tudják annak, ami gyakorlatilag valójában megtörténik. Én szolgálok, elmegyek gyerek fiatal táborokba, ugye Ukrajnában, amikor elmegyek a táborba, ott vannak több százan, jönnek, elmondják, és én nagyon örülök, tudjátok, én ezt nem kibeszélni akarom őket, tök boldog vagyok, hogy elmondják, csak azért mondom, hogy nem lehet ezzel játszani. Tehát nem lehet ebből törvényt csinálni. Különösen attól dobom el az agyam az égszíjat, amikor mondjuk második házasságban azt mondják, hogy legalább 2 év. És mondjuk mondják ezt 45 éves embereknek, és úgy szoktam mondani, hogy elment nektek az eszetek. Elment, hát ugye... Na mindegy, most nem akarom nevesíteni, de mindig van ilyen ügyem, amikor így második házasságok vannak, és ugye én vagyok az első, aki azt szoktam mondani, amikor látom, hogy egy párt kezdenek el alkotni, hogy figyeljetek, én akár holnap összeadlok benneteket. Ha ti ezt eldöntöttétek, mert tudom, hogy mit jelent az, amikor mondjuk kezdjétek el, két fél elvált, az egyik mondjuk 8 éve, a másik 10 éve, azért ők is emberből vannak, és ezt erre még rátenni egy lapáttal, hogy még 2 év, 3 év, 1 év. Én azt szoktam javasolni, hogy még mielőtt a jegyesség, még mielőtt megkéri a kezét, a második házasság lenne, akkor kukkeroljon rendesen. Nézze meg, figyelje, hogy mozog, úgyhogy még nem is fedik fel a szándékait. Nézze meg, hogy reagál, mit csinál, ott figyelje. De mind a kettő természetesen. Főleg, ha kölcsönös a szimpátia, viszont utána, mert nézzétek meg azoknál, akik így a második házasságnál évekre, jegyességre ítélik őket, hát azért ne gondoljátok el, hogy ez azért úgy le tud futni tisztán, meg miért is futtana tisztán. Hát minden élet, minden természetességgel, minden élet, tehát totál életellenesen. No, belemegyünk akkor majd a jövő héten, folytatni szeretném, hogy a bibliai családnak mik lehetnek az akadályai, természetesen ezek egyben a házasságnak is az akadályai, úgyhogy ezeket fogjuk majd jövő héten Isten kegyelméből folytatni. Van-e valakinek bármilyen kérdése?